Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hát jó reggelt. Hát mi van veletek? Hát péntek van? Mi van péntek? Beköszöntél kicsit, Feri, a helyre kalat halott? Igen, bejöttem, itt Annával megkávéztünk odakint, jövök befelé, és az Ákos mondta már a híreket, és úgy éreztem, hogy az Ákosnak ilyen nyomott hangulata van. Tudod? Kicsit ráköszöntél? Mondom, figyelj Ákos, hello, szevasz. Sírtam, figyelj, hallgattam a kocsival, félig aludtam ott, és szevasztok, hogy jársz. És ne parasztolja senki a Ferit, érted? Úgy udvari, és ember megjön valahonnan, valahova, érted? Akkor köszön, ő köszön. Hát nehogy már valahogy kimaradjon. Te is visszaköszöntél, nagyon rendes volt. Hát, 50-50. Hát, adásban tudtam, hogy vicces, de kívülről nem hallottam, hogy ilyen szórakoztató beleszólni a hírekbe, de nagyon-nagyon szórakoztató. És azt hallanád reggel, amikor mondjuk akkor én már egy picit már befásolok tőle reggelenként, tehát nekem az már sok. Feri beáll az autóval, onnan üvölt. Az aluljáról hallok. Kávém! Anna meg üvölt vissza neki az ablakból, és így tudod, én ott állok, és én mondom, nem, ez korán van. Már a kávét, mire én jövök, nyitva van a kis ablak, és akkor én üvöltök, kávém! És beüvölt ezeket. Igen, persze. Te az ülői másik oldaláról, érted? Kávém! Jézus, mondom, nem én jó, ez nem, nekem ez sok. Anna meg vissza üvöltök, főzve, és kész, meg vagyunk. Hát így. Szóval majd ez ülnek, Anna, hogy hozzon egy füles nekem. Adok én neked most egyet. Jó lesz, hogy zsűris a fülénünk lesz. Nem, olyan sok dolga van ikkor reggel, hogy... Jaj, gyerek. Valamivel meg kell lökni a napot. Meg kell lökni a napot. Persze. Hát mindenképpen. Üldögélünk itt visszafogottan. Igen, az nem jó, menjük. Valamit csinálni na, kell. Na, persze, egy jó fotózást majd valamelyik wellness szálló. Ma az nem majd. Tegnap jelentkeztek már, átküldtem nektek az igen, nem nagyon, nem tudtam értelmezni. Az, mert aztán neki küldtem vissza a másodikat. Ugye, ez egy, ő egy, nem ez, hanem bocsánat, hanem ő egy hölgy, igen? Akivel én köszön. Annak idején, vagy 8 évvel ezelőtt egyszer mi elmentünk Pikarra. Ott van egy ilyen élménybirtok. Az jó, az a Pikar? A gyereknek, hát figyelj, az enyémek, akkor még nem 8 éve lehetett, mert akkor még nem voltak meg. Van egy ilyen kis szállodarész, egy egész nagy ilyen kastélyt építettek föl, ahol középkori cuccok vannak, de olyan, hogy a pék az beöltözve középkori ilyen ruhába, lehet menni, tudsz íjazni, tudsz lilazni, tudsz lovagolni. Igen, Dezső állj hátrébb a furgonnal, a kicsit illúzió rombol, a gyerekek jönnek, aztán látják, hogy még kocsival járok, nem lóba. Egyébként igen, azokat is el kell dugni, és ott voltunk, és talán abból született valami, és akkor ő erre írta azt, és én meg írtam neki vissza, hogy jó, de nem kell fürdőruhában fotózkodnom. Hát igen, az nem a boldainos ágyban első éjszaka joga. Azért ez nem ugyanaz, igen. Új, de okos vagy, ezt ugye érni kellett volna a dologgal, de mondta, hogy nagyon szívesen lát bennünket a hölgy, és írta is még aztán is, hogy higgyük el, hogy nekünk jó lesz, ha mi elmegyünk. Aha. Itt egy kicsit itt leálltam, majd ma írok neki, hogy köszönjük továbbra sem. Ja, és ő ajánlotta föl, igen. Igen, hogy de mi igen. Menjünk külön is, hárman is, együtt, családdal, ahogy akarunk, mert hogy ezeket ők csinálják általában, ezeket a megjelenéseket. Aha, amikről tegnap ugye 9 óra után beszéltünk. Hogy ez másról szól, írta a Feri az SMS-be, illetve hát a hölgy. A hölgy írta. Hogy ez másról szól, szerintem nem, de... Nem nagyon tudom, hogy miről másról szól. Igen. Tehát, hogy kíváncsiságból nem mondta el? Nem. Majd ma fölhívom. Csak hogy kíváncsiságból veszem, de nyilván nem szól másról. Tehát, hogy... Ez erről szól. Ez arról szól, hogy jó a hotelnek. Jó, a hotelnek, az újságnak. Látszik, hogy a hotel valamennyit még fizet az újságnak, aztán ingyen megkapja, és tulajdonképpen egy ilyen barterral a háttérben mindenki jól jár. Nagyon másról azért ez nem tud szólni. Gondolom nem az, hogy ezért, jó, akkor fotózások végig, akkor viszont látásnak ki kell takarítani a szobát, mert jönnek az igazi vendégek. Takarítja az ágyból, cipővel, pláne. Azért hallgattam meg, mert szeretem igen az olyan aranyos hozzászólásokat, hogy hívjatok majd, én elmondom a frankót. Hívjatok majd, én ehhez tudok hozzászólni, nem jó, amit mondtunk, majd följük, és elmondja ugyanazt. És tökéletesen elmondja ugyanazt, amiről csak beszéltünk. Csak kicsit szárazabb. Igen, ugye mindegy, érdekes a dolog, hát azért nem fürdőruhába eper koktélt nyalogatva, pisztácia magokat. A hasáról, nem volt a gyerek, legurult állandóan az eper, igen, maradj már.
Ugye tegnap arról beszélgetünk 9 után, hát, ha valaki nem hallott, hogy milyen érdekes, hogy néhány celebritás bevállalja ezeket a most megint van friss sajtó, gyerekek, akkor mi elnézem magazinokat. Ez a szállodába elmegyek, kifizetik nekem az ott lakást, vagy az ott a hétvégét, és akkor cserébe hát olyan fotókat készítek a magánéletemről, amit szerintem senki nem akar látni. Őszintén, ki sétál szívesen egy kabala figurával például a szállodának a kertjében? Igen, vagy egy köntösben mászik föl egy fára a szálloda köntösében, és ül egy fán, hogy Józsi, ja nem, ó, basz. Ja, nem. Krisztián és Noémi. Krisztián és Noémi mindent megtesz a szerelméért. Te ott volt Patrik is. A kis Patrik pedig közben. Szóval erről beszélgettünk, hogy ez vajon miért jó, és hát aztán kitaláltuk, ugye, hogy nekünk is hárunknak kéne ilyen fotósorozatokat csinálni, és erre jött akkor az SMS, hogy majd akkor most nekünk elmondják. Nagyon drága a hölgy, köszönjük. Igen, szépen. Jó. Na, majd neked elmondja, és akkor elmondod, hogy jó, de a képet megcsináljuk szerintem jövő héten, ha lellén leszünk. Legalább egyet. Egyet egy nagyon erős kép. De legyenek ilyenek, hogy a nem is tudom, hogy Rákóczi házaspár legyünk, vagy Sebestyén házaspár. Az mindegy. Az mindegy. Vagy, amit mi? Apa vagy élettársi kapcsolatban leszünk? Ja, igaz, az is jó. Hát te kis gyermek lesz. Igen, de természetesen Pina is közben a sporton sem feledkeztünk, és álljunk majd bent a bicikli tárolóban. Három bicikli, de úgy, hogy még ne legyenek kilakatolva se. Tehát, hogy... Csak a kép kedvéért, persze. Mert itt a legtöbb fotó ugye csak a kép kedvéért. Igen, csak készül. A fotó. Mert van egy csomó minden egyébként, ami mellé mi is odaállunk. Most ezt arra mondom, hogy amikor megjelensz valahol, de hogyha jó célt csinálsz vele, akkor az előfordul. Ugye, Jani is volt már olyan eseményen, ja, persze, készült hát, egy fotó. Egyértelmű. Csak ez nem ugyanarról szól. Hát az más, szól. Azért szállóztól. Igen, az ne keverjük össze. Szállodai köntösbe, kis papucsba, ott igen. A jacuzziba eper koktélt iszogatni. Igen, a vörös kezdményeket meg soha arra, hogy és most csináljunk, hogy te vennéd le a vért, igen, Jani. Értené hozzá. Aha, akkor lehet, hogy nem is vállalna az ember. Igen. Na mindegy. Mi újság van egyébként? Hát figyeljetek, most szakítottam régi rossz szokásommal, mert hogy rossz az, hogy egy ideje nem jártam már be kerékpárral, mert a bringával jöttem be. Na, hát továbbra sem tudom megszokni azt, hogy csapba kell mosakodnom, tehát hogy hát ha valahol, valamikor, valahol itt egy, nem tudom, egy ilyen 50 méteres, vagy nem, 100 méteres sugarú körön belül lesz egy zuhanyzó, én annak nagyon fogok körülni. Nem is ez a lényeg, hanem hogy kitaláltam, nem mondom, akkor olyan szép idő van, meg reggel van, meg minden, meg jó, meg egészséges, meg akármi lesz egy pár kilométer még a lábam, vagy pluszban, tök jó lesz. Csak épp lefekvés előtt megnéztem egy olyan videót, az Indexen láttam, egyébként talán a Kerikagy nevű blogon osztották meg először, egy kerékpárosnak a szerencsétlenül járása gyakorlatilag, igen, nem dokumentálva. Elől-hátul kamera volt a srácon, a következő történt, a Tököli úton a 133-as busz gyakorlatilag az embert legázolta. És ezt meg tudod nézni úgy, hogy elől-hátul kamera volt rajta, az egész dokumentálva van, kerékpáros sávban. Teszem hozzá. Ott úgy van, ugye, hogy a tököliből le van választva, ez egy elég szerencsétlen konstrukció, mert ez mindenki tudja, bringások is tudják, autósok is tudják, hogy ez egy ilyen szükségmegoldás, de több száz méteren keresztül halad mögötte a busz, tehát látja, aha, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy nem veszi észre, és van egy olyan rész, ahol még ez a leválasztott sáv is ugye elfogy, és együtt mennek tovább. És ott gyakorlatilag előzésre nincs hely. Aha. Hát ez nem nagyon érdekelt a buszos. Mert megpróbáltad megelőzni? Hát megpróbáltam megelőzni, na most ez a megelőzés az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy egyszerűen ment tovább, tehát nincsen egy kormánymozdulat balra, nincsen egy kikerülési szándék, semmi, egyszerűen megy tovább, bringás jobbra el, még lehet hallani, hogy kárnyázik szerencsétlen, aztán pedig egy elválasztó korlátnak nekiesett, és érdés mond, 7 bordája tört el, amik átszúrták a tüdejét, levált a tüdejéből egy darab, igen, intenzív osztály, 5 hét ott, utána pedig 3 hét lávadozás. És mindezt meg lehet tekinteni. Egyébként jó minőségű videó formájában fönt a legismertebb videó megosztó portálon. Azon a részen nem akart előzni, ahol lehetett volna, majd amikor elfogyott a bringa út, akkor ott egyszer adott egy nyomott egy gázt, akkor hajrá, hagyd szóljon, és menj tovább. Megdöbbentő. Megdöbbentő, ja, segítségnyújtás nélkül. Utána még jött egy busz, az is tovább ment. Az autósok, az is tovább. Hál' Istennek volt ott egy nagyon szimpatikus pár, járókelők gyorsan odaszaladtak és kérdezték, az egyébként jajongó, hát persze, szenvedő, hát képzelhetitek.
szerencsétlen kerékpároshoz odaszaladtak, és kérdezték, hogy mi a helyzet, és hogy tudnak-e segíteni. Abban a pillanatban hívták a mentőket, megdöbbentő. Mi lett a buszosra? Megtalálták? Vagy... Hát elküldték, azt hiszem, hogy BKK-nak, vagy a BKV-nak a videófelvételt, aztán majd nyilván lesz valami következménye. Aha. De elképzelhetetlen, hogy nem látta. Ez most történt? Igen. Igen, ez egy tegnap előtti megosztás. Láttam a magát a cikket valahol, nem tudom, de nem mutattam meg. Nekem most ez nincs lelkéről. Hát úgy most történt, hogy hát nyilván a kezelés, már a kezelés, ez már ez így lenne van, de most került fel, de akkor is. Igen. Ja, nem. És akkor nem jöttél végül, vagy lesz lebeszélt róla? Már úgy a brigázáson. De a kertek alatt, ahogy toltam. A válladon. Kicsit korábban kellett, én mondom, 3-kor. A válladon a villamossal. Nem csak mondtad, hogy megnéztél egy videót, és? De hát, akkor bejöttél? Hát bejöttem ennek ellenére. Így korán reggel az ülői azért elég barátságos, tehát nincsen meg semmi baj. Aztán pedig a határútól van kerékpárút, úgyhogy visszafelé meg majd az Adin megyek, ami egy picit nyugisabb. De félelmetes. Félelmetes a videó. Elveszi az ember kedvét, mi? És teljesen szabályosan haladt a kerékpáros. De mi berágott rá, Bri? Nem. Egyszerűen, mintha nem is érdekelte volna, hogy ott van. Vagy nem mondom, nem létezik, hogy nem vette észre, mert a hátsó kamerának a felvételéből lehet látni azt, hogy több száz méteren keresztül ott volt mögötte. Aha. Gyorsabb volt a kerékpáros a buszosnál, egy olyan szakasz volt, ahol mondjuk már gyorsíthatott egy kicsit jobban a BKV sofőr, vagy BKK sofőr a busszal, de ott meg nem volt hely. Aha. Nagyon közel, ha vagy, a buszos magasan ül, a bringás alacsonyabban van, ha nagyon közel megy, most próbálok okottal, vagy ő indokot. Megnézed a videót, és nem fogod tudni megmagyarázni. Kimagyarázhatatlan. Hogy ott a busznak az eleje át, ha kitakarja a bringást, ha jobb oldalon van a bringás, de nyilván hülyeség, mert a busznak az eleje. Nagyon sokáig haladt előtte, a másik pedig az, hogy ott van egy kerékpáros sáv. Hogy jobbra volt. Igen, jobbra. Jobbra. Tehát valahogy biztos, persze. Igen. Bal oldalon ül a sofőr, a jobb oldal eleje, ott talán, ha kitakarja. De lehet látni egyébként a felvételen azt is, hogy folyamatos a forgalom a kerékpáros sávban. Tehát, hogy ott vannak a biciklisek. Tehát neki számítania kellett rá, hát minden nap ott jár. És nagyon durva a felvétel. Tehát egyszerűen ijesztő. Egyszerűen ijesztő. És utána legázolta, belökte gyakorlatilag oldalt jobbra. Korlátok közé, ment tovább, ő is ment tovább, utána jött még egy busz, az is megy tovább, autósok, azok is mennek tovább. Kerékpáros pedig ott fekszik oldalt. Az elmaradása az még szomorúbb talán. Mert most ezt azt mondod, hogy történt egy baleset. Időre megyek az utas közönségnek, nem, azt nem láttam, tehát hogy szerintem nem is vette észre. Nyilván megáll azért, tehát azt nem feltételezem, hogy cserbehagyásos gázolást csinál a BKK sofőrje. Szerintem egyszerűen nem látta. Ezek nagy, széles buszok, ám valahogy nem poltérbe került, tehát hogy nem biztos, hogy teljesen egyértelműen direkt legázolta. Nem, csak, de akkor is olyan szintű figyelmetlenség, hogy nem tudod meg, hogy ezt megmondom, elől-hátul volt kamera a srácon, nem tudom milyen okból kifolyólag, vagy hát hogy... valószínűleg ezért, aha, ha történik például valami, akkor legyen bizonyíték. Biztos nem provokáció, hogy most jól legázoltatom magam, és ezért felrakok előre hátulra egy-egy kamerát, hogy majd szerintem dokumentáció most, is legyen. Szerintem most, hogy mondod, valószínűleg befékezett, aha, az egyébként 40 km vagy 30-al haladó busz előtt direkt. Szegény, nem? De nagyon durva, nagyon durva. Úgyhogy ez van. Igen. De vele nem történt befelé semmi. Majd jó, mert ide értél az a... Ideértél az a lényeg, igen. Elindult a Forma 1 nálunk pénteken? Ma indul, ugye? És ma sorsolunk utoljára jegyeket. Bizonyám. Tehát hogy mindenképpen érdemes odafigyelni a hármas ugrásra, mert nagyon-nagyon komoly nyereményeink vannak ezen a héten. Az első kérdésre jól válaszolsz, akkor két főre szóló háromlapos belépő. Ha a második kérdésre is jól válaszolsz, akkor ez még kiegészül Red Bullos relikviákkal. És ha a harmadikra is jól válaszolsz, kedves hallgató, akkor Super Gold tribünös belépő plusz. Jó, de ahogy megbeszéltük, olyan kérdést írtál, hogy a Super Gold marad nekünk, ugye? Ez egyértelmű. Jó, oké, akkor király vagy. Tényleg? Kimegyünk? Nem megyünk, nem? Hát nem tudom, te kimész? Hát nem. Na. Ugye? Akkor hogy mennénk ki együtt, ha te nem jössz? Nem is együtt, hanem hogy ti mentek, vagy ti se nem vagytok ilyen nagy... Én voltam egyszer, kétszer, háromszor, megnéztem, jó volt, idén valahogy. Én azt mondom mindenkinek, hogy egyszer, ha teheti, akkor menjen ki, mert igen, annyira jó a hangulat kint, az, csak hogy hallod az autót. Vigyen egy telefont, ami nézi az M1-nek az időadását, mert az ugye jó. A közvetítés. Akkor tudod, hogy mi történik. Mert egyébként ászott. Te ki volt? Igen. De hát a rajogók nyilván imádják, tehát nekik ez baromi
élmény. Tehát, hogy ott lehet látni az esőség mennyiségűből már 5 óra előtt, vagy nem tudom, 5 óra környékén is jönnek be, hogy játszani szeretnének. Tökre megértem őket. Igen. Csak annyira jó idő lesz, hogy mondjuk én inkább azt használom ki. Mi van ezzel a Mali felett lezuhant gépen? Most megint egy polgárgép volt, és megint 10 000 repült? Most elkezdődött ez a 10 000-ről, leszedegetjük a gépeket? Vagy ez most mi a fene? Na, olvastam. Tegnapi, semmi. Azt hiszem tegnapi eset. Mali felett lezuhant egy gép. Igen. Állítólag megint hasonló a dolog, tehát hogy valahol ott röpült, és egy algériai gép volt, és állítólagosan civil gép volt ez is. Illetve most kettő van, mert volt valami leszállási... Igen, az talán Tájván ott valami, igen, túlfutott, leszállt, ciklon volt, igen, ott az más. Az utasok fele, azt hiszem, az utasok fele szegények, van, igen. A másik fele nincs jól, de ez meg egy, igen, egy 10 000 méteren menő gép, egyszer csak... De 100-an voltak rajta, vagy 110, és ott valahol Mali felett, ott egyszer csak eltűnt, bejelzett a radar, és algériai gép volt, utasszállító. Aha. Hogy ez most így, ez így elindult, vagy ez tendencia, hogy 10 000-ről szépen lelőtték ezt is? Hát nyoma veszett igazából. Aha. Nyoma veszett, igen. Megtalálták már a roncsokat, állítólagosan egyébként Maliban, és egyelőre azt nem tudom, hogy mi a helyzet, de hogy elvesztették vele a kapcsolatot, és 40 perccel a felszállás után szűnt meg a kapcsolat. Beindítottak egy vésztervet, és hát polgári gép volt, úgyhogy nagyon nem tudják egyelőre, hogy mi van. Kanadaiak, spanyolok, ukránok, gyerekek, hát ezen bárki ülhetne. De most már komolyan mondom. Borzasztó. Mondjuk az egy békés vidék. Nem. Jó, de ott nem gondolnád, hogy a helyi lakosok ilyen földlevegő rakétával rendelkeznek, aztán franc se tudja. Tudod, nem lehet tudni, mi van a sárkúnyó alatt, ha arrébb tolod, hogy ott van egy ilyen rakétaindító állomás, de tényleg döbbenet. De olyan pont tegnap azt beszéltük a BK-val, hogy lehet, hogy csak azért kapjuk föl a fejünket, mert ugye most történt az esemény, hogy egyébként is tűnnek el gépek, meg zuhannak le, vagy hát ennyi? Most valahogy most szerintem nagyon sok. Igen, igen. Maliban ugye polgárháború van, aha, de állítólagosan nem rendelkeznek olyan fegyverrel, amivel utazási magasságban le tudnának lőni egy gépet. Aha. Azért az a 10 000 méter, tehát az tényleg nem arról van szó, hogy két kecskepásztor összeáll, aztán egy váról indíthatóval leszedi. Igen. Na jó, tehát az ukránoknál is ezt gondoltuk, aztán hirtelen ezt megkapták, igen. Ott egyébként rossz időjárási körülmények is voltak, azt mondják, sőt, mint több, ha jól emlékszem a cikkben, amit olvastam, akkor arról szólt, hogy le kellett térni a gépnek az eredeti repülési útvonalról, mert hogy összeütközött volna egy másik géppel. Nem értem, hogy kerül oda. És amikor lekerült erről az eredeti repülési útvonalról, akkor tűnt el. Aha. Tehát, hogy lehet, hogy ott egyébként a rossz látási körülmények is, erős viharok, vagy valami esetleg beleszólhatott ebbe a dologba. Nem egy Touareg szettel az AK-jával. Igen, csak hogy így most, hogy mintha nem lenne túlságosan jó repülni. Terveztünk még idén párat, tehát de most akkor is menjünk jelom. Februárban megnyitok vonattal Tájföldre. Igen. Ez egy szép. Azért, igen. Azért az egy vicces történet lenne, nem? Transzibériai Express. Az, az. Budapest-Moszkva, Moszkva-Vlagyivosztok. Igen, nem na, és onnan? És de onnan hogy mentek? Nem 10 óra lesz a repülés Bécsből, hanem 10 nap. De nagy kaland lesz. És mire ott vagyunk, már jöhetünk is vissza. Na mindegy, csak erre már úgy valahogy tényleg felkapja az ember a fejét, hogy úgy repkednek ezek a gépek, aztán mintha most úgy kicsit úgy sok zuhanna le, nem? Igen. Nem tudom. A kínaiak mondják, hogy mindig a kínai horoszkóp szerint van, ami ilyen katasztrofa mentesebb év lesz, van, ami jobban az, van, ahol több földrengés van, van, ahol több nem. Most meg kell nézni, hogy erre az évre mit mondanak. Hogy ott mindig valamilyen állatöv. Aha. Van szintén a kínai horoszkóp szerint, vagy a kínai naptár szerint, és ott ők megmondják előre, hogy ebben az évben, mint a sárkány, a patkány, vagy a kígyó, ott sok földrengés, sok légi katasztrófa várható. Aha, tehát a vagy csúnya pedig idén, állatok. Igen, a csúnya állatokat. Amikor nem. Ló vagy kutya éve van, akkor viszont szerencsés. Ez talán így azért elsőre, talán felszínes felszíne. Még lenne, mi tanulunk kínai asztrológiában. De hogy például mit mondtak a 2014-es évre, mert ezt mindig előre megmondják, hogy mi várható. És hát azért a kínai asztrológia az elég jó. Konyítanak hozzá picit. Érdemes megnézni. Volt idejük megtanulni, hogy könnyű. Már mióta van puskaporuk is, érted? Meg a porcelán, meg igen, a papíra, pamozogni. Azaz. Na mindegy. Hát igen, ez van. Jól van, hogy állunk játékkal? Micsoda, 3-1. Akkor milyen hát, kajét? Mindegy. Meg vagyunk. De azért lehet jelentkezni. Persze. Egyéni ajándékcsomagért még megy a harc. Egyébként jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra egészen nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en.
3:47 után vagyunk, 3 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak közlekedési híreink. Csornán a 85-ös főúton mérik a Győr felé tartókat Fehér Szádból, hát ez szinte ugye minden reggel. M3-as bevezető szinte áll az M0-ástól, ez Krisz küldte nekünk. Aztán 3-as kocz az M3-as bevezetőn, a Szerencs utcánál csak a belső sáv járható, nagy dugó, buszos Laci üzeni. Igen, és emiatt ott elég nagy a torlódás. Ezt Kenyeres Ati is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Ezt nem értem, hogy ez mi, de nem baj, nem olvasom be, nehogy baj legyen. Balaton-Szentgyörgyi felhajtónál, a 60-as táblánál az M7-esen még van egy trafi, ez pedig Sziszka 2 küldte nekünk. 2014 a ló éve. Na, mondod, ez jó év. Aranyos állat. Ez jó év, azt írja. Aha. Azt írja nekünk Ari. Ugye a kínai asztrológiáról beszélgettünk. Aha. Hogy ez a ló éve. Láttam egy videót egy megvadult póniról. Láttátok, ma nem mondanátok ezt. Na jól van. Oké, okay. Nézzük meg akkor, hogy kizárja a hetet. Jó, már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Dori. Sziasztok. Hello, Dori. Mi újság? Honnan hívsz minket? Hát én Ceglédi vagyok, de most jelenleg Pesten. Jelenleg vagyok. Pesten. Itt tanulsz? Nem, dolgozok. Dolgozol, mit csinálsz? Hát közférában vagyok, annyit mondtatok. Hóha. Közféra, az titkos? Az emberekben félelem van. Aha. Elmondani, hogy mit csinálnak. Egy rendőrnő az áll. Rendőr? Nem, rendőr. Nem rendőr vagy. Nem. Ha. És akkor tanulsz is közben? Igen, most jelentkeztem a főiskolára, és felvettek. De jó. Az jó. Igen, ez igen, jó. Tegnap derült ki. Na, igen. Ja tényleg most jelentek meg a ponthatárok, ugye? Igen, igen. Na, és akkor sikerült. Igen. Ez akkor mit jelent? Már ezt nem nagyon követem, hogy neked van egy pontod, te tudod, hogy mennyi pontod van, és aztán jönnek a ponthatárok, és ott belövöd, hogy ez mire elég? Vagy hogy fölvettek-e, vagy nem? Igen, meg én megadtam a telefonszámom, én kaptam SMS-t is arról, hogy hát nem hivatalos még, de bekerültem. Aha. Meg utána megnéztem a honlapon is a ponthatárt, és bőven benne vagyok. És akkor ez még úgy van, mint a mi rendszerünk, mert régen, hogy megadtál 3 helyet, elsőnek ide, másodiknak oda, harmadiknak oda, és akkor elsőre nem, akkor mentél a másodikra. Igen, igen, de szerencsére az elsőre sikerült. Aha. Emlékeztek, nekünk is így volt, hogy több helyet kellett megadni. Uh-huh. Aztán nem vettek föl sehova. Egyik helyre sem. Utána bementünk a pályaválasztási tanácsadóba, és megkérdeztük, hogy hova van még hely. Igen, és magának fiam, hogy építkezésen tudom, hogy dolgozni, és akkor elmentünk vele dolgozni. Na jól van, szóval, hogy akkor kiderült, hogy te is tovább tanulhatsz egyetemen vagy főiskolán. Ez jó, ez mindenféleképpen jó. Hát akkor jó kedved van, nem? Igen, igen, igen. Jól van, kivel szeretnél játszani? Veled. Hát, ez ilyen, így választják az embereket hármunk közül. Hú, az jó. Hú, de örülök. Jó van, játszunk. Figyelj, tét nélkül, jó? Most tényleg, ha ügyes vagy, megverhetsz. Így van, ha nyersz, nem kapsz semmit. Tét nélkül. Tét nélkül, így van, nincs ajándékcsomag. Nem, tényleg, hoztuk át, engem mindig csak az érdekel. Már meghaladta az egóm azt, hogy itt ilyen egyéni győzelmekbe itt most még belekeveredjek. Ha megvan a hét, kiengedek. Milyen szépen hátrálok ki abból, uh-huh. hogy el fogom veszteni a játékot, így van. Nem? Ugye milyen elegánsan. Sokszor az olimpiai bajnok, hol számolja már a világkupa győzelmeket, nem? Ennyi. Csak a heti győzelem számít. Jól van, oké, okay. Felkészültél? Igen. Na figyelj, Dori, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, szedjél szét. Jól van, akkor kérdezhetek? Kérdezzél. Nagyon figyelek. Annyira figyelek, hogy na. Itt vagy? Igen. Na, hát, köszi. Na, jól van. Hirtelen, nem tudtam, mit kérdezni. Mi csoda játék. De hajjas. Terel, jó, igen, jó, akkor jó. Tényleg másabb így. Ugye, hogy más? Képzeld el, ha nem haladta volna meg az egóját. Képzeld el, ha nem küzdöttem volna.
Nem gondoltam, ilyen játszunk, ilyen kicsit ilyen tét nélkül kardozzunk. Ehhez nem számít, hogy ez a... Azért yes! Aj, Dóri, pedig meg lehetett volna, tényleg nem akartam most ebbe túl nagy energiát fektetni. Igen. Lenne kedve egy visszavágóhoz? Hát, ha lehet. Játsszak vele visszavágót. De miért ne? Na jó, jó, de akkor órán számoljuk, mert jó, most 4-1. Jó. Jó, jó, csak akkor lehet még 5-1. Mehetünk, Dóri? Igen. Na, okay, oké, ez is megvan. Egy harmadik. Na jó, egy visszavágó. Mégis csak péntek van, hát ha. Jó? Na, tessék, Jani. 3, 2, 1, fire! Na. Na most akkor figyelj oda, hogy jó legyél. Jó? Jó. Okay. Mentek még valahova nyaralni? Én szeretnék. Szeretnék. Csak ezt még elfelejtettem közölni. De akkor most közlöm, hogy megyek. És merre? Merre? Hát vagy belföld, vagy külföld. Én tavaly Görögországban voltam. Görögország. Tesszaloniki? Nájpori. Nájpori? Hát, ez úgy hangzik, mint valami ázsiai hely. És az jó hely? Mi van ott? Csúszda? Hát a tengerpart. Tenger? Kivel voltál? Olimposz egy. A citromlé, ismerem. Kivel voltál? Családdal? Vagy kivel voltál? Egy szervezés által buszos kirándulásra. Ó, az a buszos, ilyen esernyős, piros csoportos? Fakultatívan lehetett menni. Kötelező program az aha. Alkalmanként volt, de... Na jó, nem akarom. Jó van, Dori! Jó van, Dori! Jól van, na, szerencsés vagy, mert 100-ból egy kap még egy második lehetőséget, de ma ilyen napunk van, te megkaptad. Jó? Köszönöm. Bár neved dicséretnek borzalmasan játszottál. Igen, nem volt erős. Igen. De nagyon cuki vagy, de ez nem volt szép játék. Nem volt egy túl jó játék, de az ajándékcsomag még van. Köszönöm szépen. Vannak még ilyen a Hősök terén buszra felülős, idegenvezetős, Görögországba kimenős, piros esernyős, csoportos kirándulások? Hát ez nem teljesen, csak oda kimegyünk, megvan a szállás, de minden fakultatív programok közül lehet választani, ha mész, ha nem kötelező. Istenem, hány ilyenem voltam, komolyan. Az embernek tényleg nem volt pénze repülőre. És azt mondták, felszálltunk a buszra, az első megálló Kecskemét. Mentél egy órát, megálltál, majd még bemondták, hogy most már csak 24 és fél óra, és ott vagyunk Korfu. Emlékszem, Yorgos Travel, emlékeztek? Yorgos Travel? Hát erről majd beszélünk. A buszon lévő WC-t kérjük, ne használjál. Elindulás előtt semmiképp, de lehetőleg elindulás után se. Akkor minek van, parasztja? De hátulról jött a bekiabálás, és valaki már, ahogy kifordultál a Hősök teréről, elővette a rohadt büdös fasírozott a zsemléjét. És kettő perc olyan büdös volt a buszon, és gondolta, de szép lesz még így 24 órát utazni. Ó, és melletted már az ember, aki vadidegen volt, úgy aludt, hogy folyt a nyálat nyitott szájjal, és korkolt. Ráhajtott a kis vállodra a fejét. Igen, ez a buszos utazás. Erről beszélhetünk majd két mondatot. Kinek milyen élményei vannak? És a következő megálló után jött a buszvezető. Halálsápat arccal. Megkértem, hogy ne használják a WC-t! Igen, de akkor már késő volt, tudod, már késő mert olyan szarszak volt, hogy már mindenki megőrül. És 15 órán keresztül mindenki és még nyitott ablaknál. Igen, és még nem voltál az autópályán. Ez szép. Jól van, Dóri. Ügyes vagy, küldünk neked egy ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Jól van. Na, akkor szép nyarat neked. Nektek is, és jó hétvégét. Köszi neked is. Köszi neked is, és viszont. Köszi. Hello. Jó van, gyerekek, akkor így hoztuk a hetet. Igen. 5-2-re. 4-2-re. De 4-2 se jön ki. Dehogy nem, hát most kettőt játszottam. Ja, úgy, igaz, 4-1 volt sok, az igen. A hivatalos, és akkor Dóri még igen. 1-1 nyert, 4-2. Jól van, jövünk a hírek után. Jó, 3 perc múlva, 7 óra, Ákos jön a legfrissebb hírekkel, aztán itt vagyunk is. Itt óra, 10 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Itt vagyunk egy jó kis Michael Jackson után, Beat It. Hát ez még mindig jó, nem? Szégyen, nem szégyen, rocker létem, én imádom ezeket a számokat. Ezt lehet is szeretni, igen. Annyira jó hangulata van. Ez mondjuk ilyenkor mindig az is az eszembe, hogy jön a 38 kilós Dekosz Jackson jön szembe, és közben így a kezével így, kezét így dobálja ki jobbra-balra, és akkor jobbra-balról jön be a két banda, akiket éppen összebékített a videoklipben, és ilyen kicsit ezért mókás a dolog, tehát hogy 8 kerben biztos másképp zajlik egy ott ilyen. Ott arrébb rakták volna. Valószínűleg nem így késelnek meg. Michael Jackson. De a dal az
szenzációs. Igen, igen, jó, jó kis dal. Meg kíváncsi vagyok, mik kerülnek még elő vele kapcsolatban. Most itt van ez a félig befejezett dal, amit ugye Justin befejezett, hát még több száz ilyen, ilyen fiókban lapuló valami kis dal kezdemény van, amiből aztán majd még lesz valami. Mi akkor kikasszál ezzel a család? Vagy hát a család ki adja? Vagy mindenképpen, hát ha... Akinél a jogok vannak, nyilván. Hát most a Justin, ugye, mert beleírt. Tehát beleírt, ebből biztos kap, de hogy a maga Michael Jackson jogok ugye kinél vannak. Ez nyilván pereskednek életük végéig még, hogy kinél legyenek a gyerekeknél, neve, gyerek, feleség, ha volt, mit tudom én. Ugye, mert vannak kiadók, akik megveszik. Ezeket, mint ahogy a Michael Jackson is megvette az összes Beatles. Igen. Úgy fölvásárolt. Mi kassza lehet, képzeld már. Azt mondja, hogy kell neki. Na de azzal most kikasszál azokkal a Beatles számokkal. A gyerekei, nem? Nem örökled hát a jogot? Igen, érdekes lenne, itt azért dollármilliárdokról van szó. Ki örököl egy ilyen birodalmat, nem? Ki kellett volna mennem a Hősök terére. Minek? Hát a forgatásra át, ha megtetszettem volna, Jacknak is örökbe fogad. Jézusom, tényleg ő volt itt. Azt a kicsit ott! Őt akarom. Tényleg ő volt itt. Volt hát. Ő itt forgatott. Ugye? Valaki segített is. Historius. Egy history. History. Aha. Historius. Ő segített valami magyar gyereken, aki azt hiszem ilyen transzplantációs. Igen. Ment itt valakit, meglátogatott, és meglátta, és akkor vett neki mint pix millióért valamit mondta, hogy akkor ilyet szerezzünk gyorsan. Igen. Na ott azért rámutatott volna töm, érted? Tehát, hogy valahogy. Igen, aztán a végén már ugye elkezdte eladogatni. Talán az Elvis jogokat is megvette, vagy azt nem vette meg, de a Beatles-t el is adta a végén már. Aha. Picit megszorult. És a hotel ablakán téged is így kitartott. Igen. Hát mutassam meg az új fiamat. Kispölővel jobbra balra. Igen. Na, kérdezik többen a mi hallgatóink, hogy mi van az M3-ason, baleset. Ezért van iszonyatos sor. Mondom is, hogy Paul. Hát a pole pozíció. A pole pozíció. Hogy igen, Paul McCartney voltak régebben azok a jogok, amiket a Michael Jackson. Szerencs utcai baleset van, tehát a Szerencs utcánál van, ugye ez egy kereszteződés, és aki azon átjutott, az állítólagosan már tud haladni, aki még előtte van, az viszont egy kicsit nehezebben. Úgyhogy nem tudom mekkora a sor, hogy hol van a sor vége, de azt kell ott megugrani, és akkor utána jó lesz. Jó, úgyhogy az M3-as bevezető a Szerencs utcai baleset miatt áll, ezt Krisz is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Gyomárdi kereszteződésénél IFA versus felismerhetetlenre tört autó találkozott. Alakul a dugó, rendőrök még sehol, mindenki menjen óvatosan, ezt Norm küldte nekünk. És Nyúl községében a Veszprém felől érkezőket fotózzák szürke Seatból, ez a 82-esen van, ezt Kökényke küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy örömmel láttam, hogy nagyon sokan osztották meg a szememfénye alapítványos felhívást. Én is utalok, még a mai napon, ha van infótok arról, hogy mennyi gyűlt össze, kérlek, mondjátok be. Nagyon kíváncsi vagyok. Gondolom többeket is érdekel őt hajni. Hajni. 8 óra után foglalkozunk ezzel. És mondjuk, hogy mennyi gyűlt össze, sőt felhívjuk Barbarát, és beszélünk vele. Úgyhogy 8 óra után meg lesznek az adatok. Hogyha valaki esetleg nem hallotta a riportot, azoknak mondjuk el, hogy ők egy gyerekhospisztást üzemeltetnek, gyakorlatilag az ő hivatásuk az az, hogy olyan gyógyíthatatlan betegeknek az utolsó napjait szépítik meg, akiknek egyébként erre nem lenne lehetőség, mert a családjuk sajnos nincsen olyan anyagi helyzetben, és ők nagyon nagy bajba kerültek az elmúlt hetekben, hónapokban, és a segítségeteket kértük. Nagyon szépen köszönjük. Ha valaki esetleg még támogatni szeretné őket, nyilván minden pénz jól nekik, vagy jól jön nekik, az megnézheti a Facebook oldalunkon az ide kapcsolódó posztot, ott megtalálja számlaszámot is, és minden egyes kontaktot velük kapcsolatban. Igen. Minden forintért hálásak. Így van, 8 óra után mondjuk majd, hogy mennyit sikerült két nap alatt összegyűjtenünk a hallgatók segítségével. 107-es buszon két ellenőr összeverekedett, mert nem döntötték el, hogy kibüntesse meg egy srácot. Nem, már, nem hiszem. Micsoda hivatás tudat. Fura én, volt. Majd én, inkább én. Inkább én. Puff. És a srác addig leszállt. Ugye hát ők nyilván kapnak ebből valamennyit, nem? Tehát, hogy van egy alapbérük. Nem hiszem el, hogy ezt nem lehet. Biztos vagyok benne. Ezt nem lehet teljesítményre csinálni, hát akkor rombán büntetek mindenkit, hogy sok pénzt. Mit vettem elő észre? Hát, hogy nem? Biztos vagyok benne. Százalékban. Egy komolyabb készpénzt összeget tudnék arra feltenni, hogy úgy díjazzák az ellenőröket, hogy azt mondják, hogy figyelj, bébi. Van ezt egy alapbéred. Ez mondja, Józsi. Jobb, mint a Józsi, mert nem fog már józsizni. Ide figyeljen Kamilla. Aha. Kedves Kamilla. Így jó, mert így nem sértődnek a Józsi meg a Bélek, mert szegényeket tényleg mindig őket szedem elő, mert ez jut eszembe, nem gondolkozom más. Kedves Kamilla, mondd Margó. Jönnek az SMS-ek, hogy anyád, Kamilla, ne bántsd a Józsikat, aláírás Béla. Ide figyeljen, kedves Csenge. Önnek lesz egy alapbére. De az alapbéren felül plusz díjazásban részesül,
ha és amennyiben ön tudja hozni azt a kvótát, amennyit mi önnek felállítunk. Ha ennyi embert büntet meg, abból ennyit kap. Nyilván nem a büntetésből, mert azért az nagyon áthalásos lenne, hanem azt mondják neki, hogy X büntetés után te még ennyi plusz díjban részesülsz, vagy plusz fizetésben. Gondold el, hogyha... Tehát csak akkor érdek... csengetnek csengé. Igen, csak akkor csengetnek. Hogyha... Igen. Hogyha minél több utast megbüntet. De pénzre mennek, vagy létszámra? Nem, hát nyilván pénzre. Tehát most a pénz meg a létszám ugyanaz, mert valakit megbüntet, az már pótdíjazott. Szerintem, hát vagy pótdíjazott, helyszínen megveszi, vagy nem tudom, ritkán utazom BKV-val. Hál' Isten, minden nap elmormolok egy imád. Különben mit csinálna minden ellenőr? Meg lenne a fix fizu, üldögélnének, jönnének, mennének, és nem lennének értekeltek abban, hogy büntessenek. Biztos vagyok benne, hogy így díjazzák őket. És akkor így már érthető is, hogy verekedés és akkor van, két ellenőr összeverekedik, mert azt gondolja, hogy az az ő prédája. Aha. Az az enyém, az az én büntetésem, hát az abból én kapok, az az én pótdíjam. Őt én messzelem el, én zárom ki az utazásból, nem, én voltam itt előtt, én látta, én már régóta figyeltem, ahogy ott ül és unnyog kifelé nézve az ablakon. Mi szerinted fixbe vannak? Szerintem igen. Tehát kap egy havi fixet, az, hogy 150 ezer nettó. Aha. Mert ez annyira átlátszó, tehát hogyha azt mondják, akkor érted, csak azért is megbüntetsz mindenkit. Hát a saját pénzért mindenki szeret megdolgozni. Azt mondja, hogy 70 nettó, és akkor egyébként, ha 500 ezeret büntetsz, akkor kapsz még egy 5000-est. Há, hogyne? Mindenki, mint az állat. Na, de hát elvileg nem tudsz jogtalanul büntetni, csak tényleg valójában azt, akinek ugye nincs bérlete. Aha, adja csak ide a jegyét. Aha, igen. Meg már ott az elszálltam, de felszállt, mert a lába már fönn volt a lépcső. De hát még nem tudtam, de tudta volna. Igen, utazási szándékát már jelezte. Igen. Bele, mitől lenne ennyi túlvezérelt a prédát leső, a terepet pásztázó éhes, vérszagra gyűlő ellenőr. Hát, falkában támadó. Falkában támadó ellenőr. Hát mikor mi négyes metróztunk a Bennyvel, hát figyelj, minden metró megállónál ki akartunk szállni, de nem mertünk. Mert híre ment, hogy ott vagytok. 8-10-es hordában, még mindig abban a nem tudom, ilyen Törökországból hozott bőrkabátban áldogáltak szegények, és lesték a prédát. Most nekem van egy fixem, mert olyannyira nem lesem a prédát, hogy fölmegyek a nem tudom, az utasellátóba, iszom két siólevet, és üldögélek, és megkapom a fixemet. Nem? És ha megfenyegették őket bentről, hogy nem lehet siólevet inni az utasellátóban, mert ha nem mész lebüntetni, nagyon farba rúgunk. Igen. Vagy visszaveszik a bőrkabátokat. Te mit mondasz, Jani, mégiscsak te vagy? Te látod őket legtöbbször fixben vannak, vagy kapnak prémiumot? Én már, amikor meglátok valakit műszeres nadrágban, én már felmutatom a bérlet. Én biztosra megyek. Valószínűleg prémium realizálják őket, nem? Valami juttatás, hogy X büntetés után ennyi. Valami juttatás biztos, hogy van pluszba. Azt nem tudom, hogy ez a juttatás az ugyanannyi akkor, hogyha helyszíni bírságot kap, ha csekken fizeti be, vagy hogyha bemegy, mit tudom én, az Akácfa utcába és ott csengeti. Tehát, hogy mindenféle tekintetben. Mert lehet, hogy bent jobban örülnek a cashnek. Jó, hogyha bemegy cashből, befizeti? Ne, ha ott a helyszínen büntet. Ja, a helyszínen büntet. Aha. Mennyit keres egy ellenőr? Jó, szerintem nem keresnek jól. Nem gondolnám, hogy nagyon. Mi minimálbér környékén? 70-80 nettó? Hát szerintem olyan... Annál talán egy kicsit többet. Igen. Szerintem olyan 100 körül biztos. Tehát, hogy az biztos megvan. Plusz a kvóta. Amit ha teljesítesz, akkor hát rádobnak egy 20-ast. Igen. A hivatástudat, Balázs. A hivatástudat miatt van, csak írja. Írja nekünk valaki. Nem írta alá. Jó. 7 óra 58 perc van, ebből az országban muszáj rendnek lenni. Menjetek! Rajzatok! Igen. Jó, fölhívjuk a mi drága szújómacinkat, ugyanis hétvégén futam van, de közben akik ellenőrök voltak valaha, vagy ellenőrként dolgoznak most, és beszélhetnek anélkül, hogy ma délután 2-kor már ne legyen állásuk, vagy hogy még mindig legyen, akkor írják már meg nekünk, hogy ez hogy van. Jó, mert egyébként szerintem tényleg érdekes, hogy mi alapján, vagy hogy fizetik az ellenőröket. Fixben, vagy pedig büntetések után, és minden egyes potenciális megvizsgált emberben ő egyfajta dollárjelet lát. Ugye? Megy persze a szemébe. Megy villog a dollárjel a szeme előtt, és azt gondolja, hogy hát jaj, meg kell, hogy büntessen, mert abból nekem plusz pénzem lesz. Jó, úgyhogy 7:30 után akkor erre még egy fél mondat erejéig visszatérünk azok, akik ellenőrök is beszélhetnek, vagy voltak, vagy jártak már vala a 3-as metró közelében úgy, hogy tudnak erről valamit, azok írjanak nekünk. Láttátok a HVG címlapját most? A mostani, tegnapit? Hármas retro az a... Hármas retro? Imádom. Hármas retro, ugye arról szól, hogy leállítsák, ne állítsák. Évtizedek óta. Igen, évtizedek óta, hogy a tarlós leállítaná, nem kapnak rá elég pénzt. Előbb-utóbb tényleg sajnos meghal valaki, tehát ez biztos, hogy bekövetkezik, ha nem csinálnak valamit. Az a cím, hogy Hármas retro. Nagyon szeretem. Na,
Gyerekek, hazánkba érkezett a Forma 1, izgatottak vagytok? Nagyon. Hurrá, végre. Azokat megértem, nekem is vannak ilyen barátaim, akik imádják, szeretik, és hogy minden rezdülésére odafigyelnek. Van olyan, nem barátom, de ismerősöm, aki például éjjel-nappal ilyen Ferrari-s cuccokba jár. Tudom, ő nyerte meg a Gold jegyet. Tehát senki más. De szerdán. és ma a felesége. Van olyan szerintetek, aki úgy néz Forma 1-et, hogy fölvesz egy pólót? Van. Tehát vasárnap van, futam, 3-2, Szújó nem sokára beköszön, fölveszi a Ferrari pólót, leül, bont egy sört, és ott ül Ferrari pólóban. Én az ilyet imádom. És közben pedig én a felesége meg mögötte pedig lobogtat egy hatalmas fettezászlót, Red Bull zászlót. Néhogy hozzáveg a cipőjét a feleséghez, mert ő Red Bull zászlót lobogtat, igen. És ha esik az eső a pályán, akkor egy ilyen virágspriztivel fújja fölé a vizet. Mi vagy? Hogy? És lecseszi a feleségét, hogyha nem olyan italt hoz be. Hell! Mi ez? Hülye vagy? Kinek drukkolok? Igen. Tegnap láttam, már megérkeztek. És ott szállingoztak, csak ilyen képes összeállítás, mert nem voltam kint a pályán. Legfőbb oka, hogy nem engedtek volna be, mert nincs hegyem. Láttad leszállni alozott a Tesco buszról? Igen. A magyaródi kisvasúton jött Fettel, igen. És még láttam, hogy csúszdázott kettőt a csúszdaparban. Nem, hogy itt szállingoznak a pilóták, és talán Fettel volt a leglelkesebb, mert hogy ő egyből pálya bejárásra indult. A többiek már ismerik jól. Igen. Neki még kellett a gyakorlás. Elindult pályát, de olyan kis szimpatikusak voltak, de a sajtot kerülték, mert és azt mizantróp nem szereti a többieket. Igen. Elment valahol. Bejárom a pályát. És közben elment őzeket hajkurászni, igen. Azt olvastam, hogy nagy átigazolások várhatók, és azért kerülik most a sajtót a pilóták, mert hogy nem akar senki az átigazolásról beszélni, hogy Fettel is kapott komoly ajánlatot, meg ott az Alonzót is körbe nyalogatták, tehát hogy így zajlik. Hol van zajlik a pilóták pályabejáráson? De milyen lelkesek? Na mindjárt mindent megkérdezünk, mert itt van velünk, ami drága jó, Szújó Zolink, jó reggelt, hello! Jegyeket, bérleteket kérném szépen felmutatni. Jó reggelt kívánok. Gondolkoztam, hogy köszönjek be, hogy ez Zolika vagyok, vagy ezzel a jegyeket, bérleteket dumálva. Sziasztok, jó reggelt. Ez Zolika nagyon jó. Mielőtt belemennék, ez az M3-as dugó, ez merre van? Befelé a Szerencs utcánál. Belém raktátok az ideget egy pillanatra, hogy dugó van az M3-as, akkor nem érek ki az első szabad edzésre. Ja tényleg, te most mész ki? Igen, már úton vagyok. Aha. De közvetítesz? Nem, pályabejárás. Ja, csak segítesz a többieknek. Az megvolt tegnap, és valóban Fettel nagyon lelkes volt. Egyébként Balázs, tudom, hogy hol találkozott vele, a helikopter leszállónál, hiszen hát... Így van. Ja. Én meg be is nyaltam rögtön. Jani, kikerekedett szemben nézem, hogy tényleg? Mondom, ja, ne butáskodj, persze. Egyedül Fettel és Ricardo jött helikopterrel, egyenesen Salzburgból, a hangárszeremből hozták őket egy Red Bullos helikopterrel. Föl is vettük az érkezést, és valóban egyébként néhány órával, talán másfél egy órával vagy két órával az érkezés után Fettel már kiment a pályára, és baromi rendes volt, mert elkaptam útközben bizonyíték arra, hogy nem ment előzett hajkurászni, hanem ott volt a sikán után a 8-9-es kombinációban találkoztam velük, és mondtam neki, hogy figyelj, kellene egy megszólalás itt a pályának ezen, erről a részéről, mert ez egy elég trükkös része a Hungaroringnek, és egyik nagyon lazán, nagyon hosszan, nagyon érthetően elmagyarázta, hogy kéne gyorsan bevenni azt a kanyart. Hogy miért húzzál el a bőtös francba? Miért hagyd őt békén most, igen. Ilyen, hogy gyalog végig sétálnak, vagy bringával, vagy kis motorral, vagy hogy van egy ilyen pályabejárás? Képzeld el, hogy ez úgy alakult, hogy gyalog mennek, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy sleppel megy elől a pilóta, vagy a versenyző és a versenymérnöke, mögötte a motormérnök, a teljesítménymérnök, meg még körülbelül 8-10 ember a csapatból, és nagy brigádokban sétálnak át a pályán. Valamiért egyébként az alsóbb kategóriákban versenyző pilóták, tehát GP2-esek, GP3-asok, azok elmennek biciklivel vagy motorral, de a Forma 1-es világban gyalog mennek, és akkor tényleg megnéznek minden rázókövet, hogy meddig lehet kiengedni az autót, melyik részt vághatja ki a gumit, mire kell figyelni, úgyhogy valamikor megnézik közelről tüzetet. De miért ezt átépítettük a pályát? Hát tavaly is ilyen volt, mit járkálnak újra? Jogos a kérdés, ugye évről évre ilyen apró módosítások azért vannak, hogy egy picit betont még oda toldanak, vagy kicserélnek valami apróságot a pályán, vagy hosszabb a műfű, egy méterrel tovább lehet engedni az autót, jobban ki lehet húzni, úgyhogy ezeket mind meg kell nézni egészen közelről, és és ezt annak rendje is mondja, szerint tényleg minden Forma 1-es pilóta megteszi. És akkor ilyen kocsit áll mellettük a Gyuzsó is, és akkor büszkén mondja,
úgy az aszfalt? Gyugyó is bejárta a táját, Charlie Whitinggal, az FIA-nak a versenyigazgatójával csütörtök reggel azzal kezdték, és az a hivatalos program tulajdonképpen az első nagyon fontos program, a pálya inspekció, amikor ide jön az FIA-nak a versenyigazgatója, ugyanúgy mennek gyalog egy kört, egy még nagyobb sleppel, és Whiting ráteszi a pecsétet a papírra, hogy a pálya alkalmas a versenyzésre. Lesétálják a 4 kilométert, vagy van egy kicsi levágás azért ott a vége felé, hogy úgyokán már rohadtul unom, vágjuk már le valahol, mert azért 4 és felett lesétálni azért az egyébként nem kevés. Charlie Whiting a maga 60 évével úgy rohant, hogy alig bírtuk követni, és szakadt rólunk a víz egyébként, és körbe ment becsülette, mind a 4381 méter meg volt neki. Az szép. Melyik a leghosszabb pálya, tudod így fejből? Hát persze, 7400 méter, 7 kilométernél egy picivel hosszabb, Spa-Francorchamps. Azért az elég erős lenne, ha még a régi Nürburgringen kéne sétálni a 22 kilométeres Mordszlájt. Azok túlélő túrákat lehetne szervezni előkvalifikációként. Aki azt túléli, az mehet aztán versenyezni. Figyelj, Fettelt nem kérdezted Ricardóról? Meg gondolom azért ez egy ilyen neuralgikus pont, hogy itt van ez a kis fiatal fiú, de. És hát olyan finoman veri kenterbe a Fettelt most jelen pillanatban, hogy azért azt így öröm akkor nézni. Nagyot ott, nem? Akkor lett nagyon durcás. Idézem Sebastian Fettelt egy héttel ezelőttről, amikor Ricardóról kérdeztük, akkor a következő volt a válasza. Hát rendesen el vagyok micsázva mostanában. Igen. Jó, hát talán négyszeres világbajnokként ez már könnyebb feldolgozni, de közben azért nyilván belülről mégsem. Tehát ez mindig egy presztízs kérdés azért, hogy jön az újonc és hülyére veri, hát azért az nem könnyű. Megérkezik egy tejfeleszájú kis rác, a maga 38 fogával, de lehet, hogy 40-nel, folyamatosan vigyorog, és rommá veri hétvégéről hétvégére, azért ez elég frusztráló lehet, még akkor is, hogyha persze ránézel a 4 világbajnoki trófeára, és azért picit lejjebb megy a pulzusod, meg úgy megnyugszol, de azért ez idegesítő lehet. Ugye ezt találgatja mindenki, meg próbálja összerakni, hogy mi lehet ekkora forma hanyazlásnak a hátterében. És ugye Räikkönen is szenved, bár az a Ferrari annyira nem jó Feri nagy bánatára. De hogy a Red Bullnál azért Sebastian Vettel nem felejtett el autót vezetni, négyszeres világbajnok nem lesz valaki véletlenül, tehát azért nyilván egy kivételes képességű pilótáról van szó. Tegnap Lewis Hamiltonnal volt szerencsém visszalakoztam beszélgetni, és ő azt mondta, hogy próbálna meg összefoglalni, hogy mit mondjak a nézőknek, meg a hallgatóknak, hogy mi ez a formahanyatlás például Vettelnek. És azt mondta, hogy három dologban lehet ezt meghatározni. Egyrészt az autóknak a vezethetősége az nagyon megváltozott a negatív irányba, tehát sokat romlott ezek miatt az energia visszanyerő rendszer. Na jó, de az mindenkinek romlott, nem? Ez igaz, viszont van, aki gyorsabban tudja megváltoztatni a vezetési stílusát, van, aki egy kicsit nehezebben. Aztán ugye ott van ugye ez az energia viszonyú rendszer. Aztán ott van a új fékrendszer, erről elég sokat beszéltünk műsorban, de elég bonyolult technikailag. A lényeg, hogy nincs közvetlen fizikai kapcsolat a fékpedál és a fék tárcsák között. Tehát egy brake-by-wire szisztemet használnak, ez a repülésből ugye a fly-by-wire, hogy a gázpedállal csak egy jelet küld, egy digitális jelet a fékrendszernek, a hátsó fékekhez a pilóta, és azok majd intézik, amit intézniük kell, pontosan az energia visszanyerő rendszerek miatt. Tehát nem ugyanaz a fék érzet vagy fék hatás, amikor rálép a bal lábával a fékpedálra a pilóta. Ez mindenképpen nagyon fontos. És ugye ott van még a megbízhatóság, ami megint csak egy érdekes kérdés. Azért látszik, hogy a Red Bull, és főleg Fette alatt a Red Bull, az elég sokat rakoncátlankodott idén. Hogyha ezt a három tényezőt összeadjuk, abból kijöhet egy ilyen borzalmasan rossz szezon, mint amilyen Fettelnek van mondjuk így az első fél idejében a bajnokságnak. De akkor ez nem frusztrálja, ez mondjuk mindenképpen szimpatikus, vagy legalábbis nem mutatja. Igen. Vagy legalábbis nem mutatja, ezt igen. Nagyon jól kezdeni. Ugye nagyon érdekes, hogy a pilóták milyenek valójában, miközben ezt nyilván én sem tudom, de van szerencsém néha összefutni velük, hogy, és milyen a megítélésük. Korábban Fernando Alonsoval volt ugyanez a helyzet. Mindenki mondta, hogy milyen pökhendi, milyen beképzett, milyen rossz fej. És tényleg? Egészen jó arc volt, és válaszolgatott a kérdésekre, tényleg az utolsó utáni riporteri kérdést is megválaszolta, és rendes volt. Vettelre most ugyanez a helyzet, mindenki egy kicsit beképzelt, pökhendi gyereknek tartja, ehhez képest egy borzasztó intelligens, elképesztő humorérzékkel megáldott. Németsége ellenére borzalmasra jó humorérzéke van. Egy olyan intelligens figura, aki tényleg öröm hallgatni, és úgy tűnik, hogy ezt is jól kezeli most ezt a helyzetet. Belül persze dolgozik nyilván, ott van Ricardo, és fontosan veri. Nem lehet, hogy csak udvarias riporter módjára minden poénján nevetsz, és csak te egyedül a sajtótájékoztatásra. Én aki még a saját poénjaim is nevetek, mondjuk az lehet, igen. Körbenézek, és még farca lábogája, hogy csapkodom a térdemet.
Figyelj, átigazolás szempontjából most mi az, ami félig igaz lehet? Mert ugye ilyenkor nyilván mindent hall az ember, mindig itt Mogyoródon csúcsosodik ez a dolog, ugye fél szezon plusz szabadságok előtt vagyunk, itt elindulnak a találgatások. Ugye azt hallottuk, hogy Vettel is kapott egy egészen jó ajánlatot, állítólag Alonsót is körbe szimatolgatták, hogy ebből mi lehet igaz? Szerintem semmi. Én most érzem először azt a Hungaroringen. Köszönöm a kérdést. Akkor semmi. Megültem a beszélgetést. Szerintem most érzem először azt a Hungaroringen, hogy akkor a nyugalom van a pedokban, hogy persze kötelező jelleggel előjönnek ezek az átigazolási pletykák júliusban, mindig július végén, de most olyan nyugalom van a pedokban, hogy szerintem senki nem fog mostani egy tapottat se. Egyedül a McLarenben nem vagyok biztos. Tehát simán lehet, hogy Jenson Button az utolsó évét tölti a formájában. Van egy ilyen megérzésem, és ott ugye Kevin Magnussen helyesen biztos. De egyébként nem gondolnám, hogy a nagy mozgás lenne a pilóta fiatal. Ugye ne felejtjük, ez 2016-ig még minden nagy ágyúnak van szerződése, amelyből ugyan ki lehet ugrani. Most a legfrissebb hírek szerint Alonso Ferrari szerződésében van egy pont, amely egyébként 2016-ig érvényes, de van egy pont, hogyha a csapat a konstruktőri bajnokságban nem végez az első három hely valamelyikén, akkor Alonso szabadon mozdulhat és eligazolhat. Ugye a Williams feneklésének köszönhetően egy héttel ezelőtt Hockenheimben a Williams följött a harmadik helyre, és a Ferrarit lenyomta a negyedikre, ezért élesedtek, vagy hangosokat föl ezek a pletykák, meg lehet hallani ezeket. De én azt gondolom, hogy Egy csapatváltásban mindig óriási kockázat van. Mire egy csapatot megszok, kiépíted a saját kapcsolatrendszeredet, megszokod a munkamódszereket, az legalább 3 év, de jó, 2 év egy pilóta életéből. Azért ezek a nagy ágyúk, főleg Alonso, aki már inkább kifelé megy a Forma 1-es karrieréből, mint befelé, nem gondolom, hogy megkockáztatná. A McLarennél azért érdekes a helyzet, mert a Honda állítólag azt kérte, hogy egy valódi nagy ágyút igazoljanak le. Ugye szegény Jenson Button persze világbajnok, de azért ő nem tartozik a top 3 pilóta közé valamiért. Pedig egy nagyon hát pedig, ha jó autót kapna maga alá, szerintem azért nagy taktikus ő, meg ahogy bánik a gumikkal, ő azért egy kifejezetten jó pilóta. Ha Marcus Ericsson jó autót kapna a feneke alá, akkor rendszeresen ott lenne, ha nem is az első háromban, de az első. Igen, mert ez a legtöbb pilótáról elmondható, igen, hogy itt nagyon autófüggő a dolog, igen. És Paul Button bizonyította be azt 2009-ben, hogy megérkezett a Brown GP-vel, amelyik kitalált egy szenzációs dolgot a hátsó tengelyre ható leszorító erő kapcsán, a dupla befújt diffúzort, amit akkor még nem tiltottak, azután tiltották be, és gyakorlatilag kis túlzással a semmiből világbajnoki címet tudott nyerni. Hülyére vertek mindenkit, igen, egy ilyen logó nélküli, nagyon fehér, igen, nagyon zöld, igen, nagyon ronda autóval. Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából ez szerintem mindenkiről elmondható. Ezzel együtt állítólag a Honda azt kérte a McLarent, hogy valamelyik nagyágyút igazolják le. Ugye 3 nagyágyúról beszélhetünk, Hamiltonról, Vettelről és Fernando Alonsoról. Elnézést kérek a Räikkönen szurkolóktól, mert mindig megsértődnek, de valahogy Kimi Räikkönent sem sorolják ennyire a top elitbe. Szerintem mindenki marad a fenekére, és még próbálgatja a saját csapatánál megtalálni a helyes irányt. És a jó öreg Ecclestone bácsink, hogy van? Állítólag ma jön, a busza már áll, a szürke busz, amit ugye Kremlnek neveznek a pedokban. Az igaz egyébként, hogy minden pályát úgy építetett, és ezért van a Hungaroringen is egy külön szervizút, hogy ő nyugodtan forgalommentesen mindig egy elkerülő úton tudjon bejutni, és ez minden pályán ott van? Ezek ilyen városi legendák, nem feltétlenül jellemző minden pályára, de valóban a magyar szervezők kedvessége volt az Ecclestone felé, hogy építettek egy VIP utat, amit ráadásul még róla is neveztek el, hogy igen, mindenképpen érződjön, vagy célba érjen a dolog. Ez egy nagyon kedves nyelvesség volt tőle. Ez nagyon kedves nyelvesség volt, igen. Viszont van valami feeling, amikor bedumálod magad a motoros rendőröknél, és ott mész be, mert én ezt mindig eljátszottam, amikor mentem a futamra. Elnézést, interjúzom, RTL-be kell mennem a szervizúton. Egy igazolványt tudom mutatni. Az nincs, de bent már várnak. Jó, menjön, és végig a szervizúton. Aha, egyébként jó érzés. Magyarországon simán lehet képzelni, hogy mondjuk váltás volt, mondjuk a biztonsági őr céget lecserélték, és egy másik kerületet is megállítják Bernie Ecclestone. No, lesz a sétát. Figyelj, elmondom neked, nekem van olyan ismerősöm, aki egy biztonsági technikai cégnél dolgozott, akik a Forma 1-et védték, és megállította az Ecclestone-t egy beengedő kapunál, és mindenki retteget után egy magyar srác, hogy ki fogják rúgni, mert hogy meri Bernie-t megállítani, és Bernie azt mondta, hogy nem, nagyon jó, ilyen munkaerő kell, tessék őt is megállítani, akinek nincs passza, az nem mehet be, kérte egy passzot, föltette a nyakába, és megmutatta a magyar srácnak egyébként. Tehát ennyire jól gondolkodik.
Igen. Te én vagyok a Burnix. Kicsoda! Nagy darab srác, hogy na, arrébb, tessék arrébb menni, tessék arrébb. Hülye vagy a bőr, nem érdekel, menjen arrébb, nem érdekel. Okos volt. De megkicsérték utána. Megkózzál, te vagy Burnix, hát Burnix 1,90 magas, sötét, barna hajú, alapos külsejű. És még segbe rúgtak. Szóval jól van a nagy öreg, még mindig. Jól van, jó. Hát járja Münchenbe bíróságra hetente, kétszer-háromszor, azért keddeket, szerdákat a vesztegetési ügy okán Münchenben a bíróság előtt tölti, de egyre inkább úgy tűnik, hogy kimozogja az öreg. Jaj, de hát nem olyan nagy baj, azt volt egy ismerősöm, aki elég nagy lábon élt, és neki volt a kedvenc mondása, hogy időm van, pénzem van, pereskedjünk. Nagyjából így gondolkodik, nagyjából így gondolkodik. Kérdeztük itt az elején, hogy van-e olyan ember, aki valami csapatos pólóban nézi végig a futamot otthon. Itt több hallgató jelezte, hogy ők viszont szújózol is pólóban. Na látod? Látod? Jó. Egyébként, ahogy beszélgetetek erről, megfogalmazódott bennem egy ötlet. Jövő lesz ugye a 30. magyar nagydíj, ez a 29. És jövőre lehet, hogy indítunk egy sorozatot egy picit korábban majd a magyar nagydíjat megelőző időszakban, hogy ki hogyan szurkol, küldjön el legalább egy képet vagy egy videót, és akkor választ kapunk a kérdésetekre, hogy van-e olyan, aki Fetteles, Räikkönen és Alonsos pólóban drukkol a kedvenc. Bőven el tudom képzelni, rengetegen így ülnek be vasárnap kettőkor, hogy fölveszik a kis pólójukat, igen. Gyerekek, ez egy vallás, én Weber Gáboros tangában nyomom. Igen. Zoli, nagyon jó munkát nektek hétvégére, köszönjük szépen, jó munkát, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, Zoli, ciao, köszönjük szépen, hello. Kinek egy vallás, kinek egy alvás, nem? Én megnézem a rajtot, és 10 perc. És akkor nagyon üvölt a szújja, akkor néha megriadok. Igen. De jó. Jó. Hát figyelnek, a legjobban azt tetszik, hogy centiméterre pontosan ott állnak egymás mellett, egy vonalon ezek a kamionok, minden tiszta. Nekem azt tetszik. Az mekkora élmény, nem? Mikor belépsz, és egy vonalon áll az összes kamion. Mindegyik tisztára, sikálva. És igen. Minden csillog-villog. Igen. És milyen csajok vannak, mi? Hát azt mi nem nézhetjük. A Greed Girl-öket? Na, az nem azokra gondoltam. Azok nem? Azok gyengúszok? Hát ezt is érted, de hát most nekem ez jut. Fél 80 pontosan 7 perccel jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 3:48 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Baleset az M0-áson az M3-as felé, a Pécelli kijáratnál két kamion ütközött, ezt Josi küldte nekünk. Köszönjük szépen, baleset van még mindig a Szerencs utcánál, úgyhogy befelé is nehéz a bejutás az M3-ason. És igen, a Pécelli kijárat, azt mondtam, ott két kamion van. Így van. Köszi, Josi, barát vagy. Péntek van, nagyon hát, érzed. Budafoki úton kifelé az M0-ás irányába BKK busz kamionnal találkozott, kamion a belső sávban dugó. Ja, kocsi, a cicaszer. Dugó várató, aki tud kerüljön, Zoli küldte neki. Na, és mielőtt az Zolival beszélgettünk, ugye szóba jött egy másik téma az ellenőrök kapcsán, hogy én nem is tudom, hogy jutottunk el idáig. Hogy kezdtünk el az ellenőrökkel beszélni? Két ellenőr összeverekedett. Ja, két ellenőr összeverekedett, így van. János azt bírta mondani, hogy nyilván hajtottak. Így van. Ugye kaptunk egy SMS, hogy milyen vicces az a szituáció, amikor két ellenőr összeverekedik azon, hogy melyiküké az utas. Tehát, hogy ki volt ott előbb, ki büntet. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy vajon őket hogy fizetik, milyen prémium rendszerben vannak, vagy hogy premizálják őket. Én azt mondtam, hogy szerintem masszívan teljesítménybérben vannak, ha beismeri ezt a BKK. Ha nem, Feri azt mondta, hogy szerint ez elképzelhetetlen lenne, mert akkor ugye befolyásolná a büntetés objektivitását. Ugye, ha mondjuk nem teljesen egyértelmű, hogy kell vagy nem kell, nyilván az ellenőrök arra hajtanak, hogy akkor inkább megbüntessék őket, ha minden egyes büntetés után ők kapnak valamennyit. Így van. Nyilván nem azt mondják, hogy ha egyet büntetsz, abból 10% a tiéd, mert az túl feltűnő lenne, hanem szerintem azt mondják nekik, hogy nyilván ha megbüntetsz 100-at, az ennyi, 150-et ennyi, és egyfajta jutalékos rendszerben díjazzák őket a hónap végén. Sávosan. Így van. Egy biztos, sávosan. Hogy nem borra valóban élnek. Keveset kapnak, szerintem, ha erre hajtanak. Igen. És ugye már ez nagyon megy, ez a ne büntessen meg adok pénzt, mert mindig többen vannak, rendőrt is hívhatnak, aha. Tehát hogy szerintem őket már így nagyon megvásárolni nem lehet. Meg túl sokan vannak, tehát mindenkinek benne kell lennie, akkor, ahhoz. Igen. Na, nem kapok infót. Igen, de. Itt van Vándor velünk, aki ellenőr volt. Hello Vándor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, te ellenőr voltál? Vagy igen, mi? Igen, nem, én ellenőr voltam elég sokáig, ez 2012-ben. Mindjárt gyorsan, akkor osztatok is itt egy félreértést.
szakmai tisztázása véget, tehát az ellenőrök azok nem BKV, hanem BKK. BKK, igen, ezt sosem tudom, hogy ki hova. Igen. Óriási különbség, és alapvetően nektek, a történet arról... Nektek, igen. Nektek igen. Nagy különbség, nekünk tök mindegy. Alapvetően a történet arról szól, ugye azban van egy ellenőr, ki van adva neki általában minden reggel egy útvonal, tehát azon az útvonalon milyen járatokat, villamos, busz, és ahogy mondom, teljesen mindegy, azok, amiket folyamatosan a nap, tehát a munkaidő alatt ellenőrizni kell. Na most munkanaponként kettő darab, szakmailag ezt úgy hívják, hogy pótdíjazási esemény van előírva. Teljesen mindegy, hogy egyik nap négyet csinálsz, másik nap csak egyet. Az a lényeg, hogy ugye a munkanapi átlagnak, ahány napot dolgoztál abban a hónapban, a napi kettőnek meg kell lennie. Hm. Ez az alap. És ha nincs? Megvan, ha, na itt gyorsan ezt elmondom, és akkor meg fogjátok érteni. Ez az alap, az e fölötti rész, hogyha sikeredik, akkor az általában a pótdíjazási összegnek a 20%-a kerül kifizetésre célprémium gyanánt. Az ha nem nincsen kevés. Meg a napi kettő átlagban, akkor első hónapban az illető ellenőr csak egy elnyebe ennyit kap, mert semmi mást az ég adta egy világon, tehát semmilyen következménye nincsen. A második hónapban egy írásbeli figyelmeztetést, és a harmadik hónapban megválnak tőle a cég munkatársai. Ha nem tudod hozni a napi kettőt? Igen. És igen. Mi van, ha azt mondod, hogy én kim voltam, 8 órát dolgoztam, de mindenki becsületes volt. Ez akkor nem érdekli a munkáltatót? Annak idején ez felmerült már vitaként, abban is bekapcsolódtam a legnagyobb közösségi portál oldalán keresztül, és a BKK-nak a hivatalos információm, így degeszre röhögtem magam. Egyébként az az volt, mert egy ellenőrnek emiatt szüntették meg a munkaviszonyát, ugyanis az, hogy ő napi 8 órán keresztül kint van egy járaton és ellenőriz, és nem talál egy pótdíjazási eseményt sem, az nem életszerű. Ez volt a BKK hivatalos válasza. Aha. Ami szerintem röhely, szülyeség. Igen. Tehát igenis sajnos rá vannak kényszerítve, igenis nyomás alatt vannak, főleg akkor, amikor ugye minden ellenőr otthon számolgatja azt, hogy nagyjából teljesíti ezt a napi kettő darabos kvótát, és hogy amikor már ott van, hogy atya úristen, még 3 vagy 4 darab hiányzik belőle, és azért elnyebelnyézés, illetve fizetés megvonás, illetve prémiumoknak az elvonása, ami adható ugyan, de nem jár csak adható, akkor bizony-bizony előfordulhat az, hogy az ellenőrök egymás között eléggé feszülten viselkednek. Hát ez az oka akkor a reggeli SMS-nek, hogy két ellenőr összeveszett a prédán, mint így amit van, a Discovery látsz, hogy két ilyen hiéna marja, ugye? Igen, a koncon. Marja a koncot, és közben veszekednek, hogy kié legyen. Tehát napi kettőt kell hoznod. Ha hoztad a napi kettőt, az az alap, akkor megvan megdicsérni, és utána hogy van? Tehát utána minden pótdíjazásból... Utána minden pótdíjazási eseményből a 20% az, ami lejön. Az gyerekek, mm-hmm. az elég jó prémium. Akkor ez 100% az nem rossz. Hát most én 2012-ről beszélünk, mm-hmm. hogyha most elkezdem így gyorsan kiszámolni, csak ne mondjak semmi más, csak mondjuk 168 arra annyi van egy hónapban. Nagyjából így én 2012-ben elárhatom, így kerestem 110-112 ezer forintot nettóban. Uh-huh. Na de bár, de hát az csak az alap, nem? Vagy nem. Tehát akkor gondolom, nagyjából egy minimálbér, az még egy 70-75-80 nettó, és arra annyit büntettél, hogy még kaptál egy 112, tehát összesen 112-t kapták észre. Így van. Az mennyit kellett büntetned? Azt hittem, hogy akkor azért a büntetésekkel jut az több, tehát az a napi kettőnk túl még mennyit kellett büntetned naponta? Hát akkor így mondom, hogy napi átlagban az összes teljesítményem az 3 darab volt. 3 darab. Tehát a 2 az ugye alap plusz 1, minden nap tudtál hozni plusz 1. Így van. Akkor ezért olyan csalódottak az ellenőrök mindig, amikor felmutatom az érvényes bérletemet? Hát igen. Talán nagyon sokszor egyébként én látom, hiszen most már ugye az utas térférnek, ha úgy tetszik, a másik oldalán vagyok, hiszen én is utazom. Mindenemellett, hogy nagyon-nagyon sok szakmai hibát követnek el. Tehát ez például én nagyon kiakadtam azon, amikor egy terhesnőt leszállítanak a járatról, ja. Amikor egyébként benne van a szabályzatban. El kéne olvasnia mondjuk a BKV-je vagy a BKK-nak is természetesen, tehát hivatkoznak rá, de nem olvassák végig, hogy eleve terhesnőt nem is záratunk ki az utazásból. Uh-huh. Ez konkrétan megtörtént velünk, pontosabban a feleségemmel. Hát, hogy leszállítottál? Igen, és utána szólt az ellenőr, hogy mi is máskor mennyi gyalog. Hát, Isten. Ez megtörtént. Tehát azért mondom, hogy és nem védeni akarom az ellenőreket, tehát ezzel Isten ments, mert nem. Tehát van jó ellenőr, én úgy gondolom, és van normális ellenőr, amit tényleg szakmai igényesen próbálja kivitelezni a szakmáját. Meg, mert én azt gondolom, hogy ez is egy szakma, meg vannak sajnos általam úgy mondom, aljanépség, mert nem tudok rájuk más mondani, akik egyszerűen tényleg szándékosan kötözködő, gusztustalan módon beszélnek a másikkal.
nagyon sokszor eljátszák azt, hogy ők közfeladatot ellátó személyek, holott nem azok, továbbra sem azok, hiszen ha azok lennének, akkor nem kellene melléjük a sok közterület felügyelő. És hogyha akkor esetleg nincsen meg ez a napi kettő, akkor hogy oldják meg a helyzetet? Egymást büntetik meg, vagy hazatelefonálnak, mama baj van, mi? Jegyet, bérletet? Hát, nem, hát ezt el lehet, de most figyelj Balázs, ezt el lehet képzelni, hogy ez milyen, hosszú távon ez milyen tartós idegfeszültséget okoz, gyakorlatilag, hogy neked meg kell, hogy legyen a napi kettő, mert hogyha nem, akkor egy vagy két hónapon belül az állásodat egyszerűen elveszíted. Hát ez szörnyű egyébként nyilván. Hát ezt a BKK, meg a BKV Vitázi Dáviddal az élen, ezt az életben el nem fogja ismerni, ez sehol nincsen leírva, ez egy belső, le nem írt, de kimondott folyamatos szabály. Jó, mondjuk ez mindenhol úgy van, vagy így van, ahol teljesítmény bérben dolgoznak az emberek, vagy pedig teljesítménycentrikus a munkájuk. Tehát itt tudom én, most ha hasonlóra ütök, egy hitelkártya értékesítéssel foglalkozó ember, mondjuk kint a repülőtéren, az ugyanezt éli át nap, mint nap. Ez ugyanúgy van, hogy hoznod kell. Igazad van, én csak annyiban vitatkoznék ezzel, hogy van különbség a között, hogy neked a fizetésed múlik egy adott munkakör elvégzése, illetve a normális teljesítése között, vagy pedig maga az állás. Mert ugye itt nem arról szól ez a történet, hogy gyakorlatilag, hogyha nem hozod a napi kettőt, akkor megkapod az alapbéredet. Hát egy frász, tehát itt Damoklész kardjaként lebeg a fejed fölött az, hogy az állásodat fogod elveszíteni. Na ez okozza azt a szörnyű idegfeszültséget, és ez okozza azt, hogy időközönként az ellenőrök, mondom, nem védeni akarom, hogy... Hogy így viselkednek. Viselkednek. Hát nem egy könnyű élethelyzet nyilván, tehát ők se azért csinálják. Tisztelt a kivételnek, aki igen, gyerekkorában agyba főbe vertek, és akkor most elmegy hatalmaskodni más embereken, és azért lesz vagy rendőr, vagy ellenőr, mert most minden gyermekkori frusztrációját visszaadja egyébként, igen. Utoljára csak egy jegyeket, bérleteket ellenőrzése felmutatni, hogy szól egy, mikor nagyon szigorú vagy. Még nem büntettél senkit, hónap vége van, és meglátsz engem, és mondod, csak egyszer mikkel, na gyere csak te, na majd most elkapod. De ez egyébként csak azokon az ellenőröknél van így, akik kim vannak terepen, tehát villamosnál, trolinál, busznál, mert ugye akik lent állnak a metróban, azoknál nem élet. Ellenőrök. Igen. Ja, azok nem azok? Azért azt tisztázok, nem, azok nem ellenőrök. Ez egy külső biztonsági szolgálat, az más. Aminek annyira telik a jogosultsága, hogy megnézi azt, hogy te a magánterületre, ez a BKV magánterülete, oda, gyakorlatilag érvényes jegye vagy bérlettel lépsz be, vagy nem. Tehát ő arra jogosult, hogy ott a te belépésedet ellenőrizze, és ha nem felesz meg a kritériumoknak... Jó, jó, ezeket bárki mondhatja, na, nézzük a példamondatot. Hogy szól a mondat, tessék? Mármint melyik? Hát amit mondtam az előbb. Meglátsz engem, tudod, hogy nekem nincs jegyem, és nagyon felszólítasz, hogy mutassam meg a jegyemet. A jegyeket, bérleteket? Mit szoktatok mondani? Nem, hát alapvetően jó napot kívánok, menedzsereket, bérleteket kérek felmutatni ellenőrzésre. Jó, jó, hát itt már megvan itt már megvolt a napi három. Hát itt már nyugodt vagy. Itt már nincs az, hogy nem éreztem azt a nyomást, amit az ember egyébként érez. A nyomás semmiféleképpen nem szabad, hogy érezze az utat. Igen. És most mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hát most egy egészen más területen vagyok, most gyakorlatilag kisegítő kertészként dolgozom egy óvodába. Az nyugisabb talán, nem? Hát sokkal nyugisabb. Egy biztos, a gyerekeknek mindig van jegyük és bérletük. Igen, nyugisabb. Amikor napot a háromszor, taposák össze a muskát, itt ezek a rohadt kölykök! Igen. Aranyosak voltak, de nem. Nem, tényleg nagyon, sajnos azt kell mondjam, hogy ezt is hozzá kell tenni, hogy nagyon magas egyébként az ellenőrök között a fluktuáció, és pont az előbb általam elmondott külső tényezők miatt. Tehát nem az utasokkal van itt általában sose a legnagyobb gond. Tudomásuk kell menni, az utas mindig lógni is. Hát fog, meg azért azt is tegyük, hogy azért van ám sok blitzelő is, szóval nem feltétlenül, nem véletlen állnak ott. Tehát azért az utas se szent, azért ez a másik oldal, hogy 10-ből 5 az én Magyarországon még mindig lógni próbál, mert ez a morál, vagy meg ez vannak a mentalitás. Utasok, akik egyébként sportot üznek abból, hogy provokálják az ellenőrt, mert ilyen is van. Na jó, az kicsit jó, azért. Hát, ez kicsit mindig jó érzés. Ezt meg kell tudni. Én mindig azt mondtam egyébként, hogy aki egy picit is úgy érzi, hogy az ellenőrzés területére téved, ha úgy tetszik, az agytekervény, hogy oda teszik, azok minimum legyen egy empatikus érzéke, illetve pszichológiai érzéke, mert ez az kell. Hát ez azért kevés ellenőrnél lehet meg talán. Én még soha nem keveredtem olyan helyzetbe, pedig nem két hónapig csináltam, soha, tehát semmi, tehát a szóváltáson keresztül, tehát nem, ezt le lehet tudni kezelni. És nem szabad minden esetben bírságolni, ahogy szokták volt mondani, hát van, amikor ki kell jönni úgy belőle, hogy az ember azért a testi épségét már nem kockáztassa. Vándor, köszi, hogy elmondtad, figyelsz magadra, ciao. Köszi, hello, ciao. Nem egy egyszerű meló, gyerekek, ez sem. Most már értem, hogy miért verekszik akkor két ellenőr egy utason. Hát azért érteni nem értem. Hát de ugye az az áldozat, ott tulajdonképpen ott utazik a fejpénz.
ott, ott megy az ezresem. Ott megy az ezresed. Lehet, ez az, az már csak az az egy hiányzik mind a kettőknek ahhoz, hogy meglegyen aznapra a fix. Igen. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Zsófi. Szia. Zsófi, otthon vagy, ahogy olvasom? Itthon, itthon, kis gyerekekkel. Mekkora? Egy éves, öt éves. Ja, és ráadásul óvodai szünet, ugye, a nagynak? Igen, igen, igen. Igen. És ő akart játszani már nagyon régóta veletek, úgyhogy nagy a boldogság. Tényleg? Igen. És most ott áll... Nagyon sokszor kitalálja, ha hallgatja is a rádiót. Ott áll melletted megszeppenve, és próbálja kitalálni? Igen, igen, igen. De hogy találja ki? Milyen zenét hallgat egy öt éves? Hát ő mindent, mindenevő. Komolyan? Kocsiba bömböl apjának a metálat, és meghallgat. Tényleg? Na, igen, az igen. Nagyon jó. Jó úton halad a gyerek. Igen, igen. Igen. Hogy hívják? Kira. Akkor lány. Igen. De jó vagy. De jó vagy. Segít neki. Hogy? Kira, hogy? Hogy összetettem? Hát a tudást nem kell magyarázni. Hát gyerekek, hát ez van. És a kicsit hogy hívják? Kicsit Erik. Ő fiú. Igen. Hát mi vagy te, genetikus? Hát ezek, hol van a cejze hozzám képest? Na jó van. Zsófi, figyelj, mutatjuk, mit csinálnak Óven bácsiék, jó? Ó. Kicsit régebbi típusú népek ezekben. Egy gyilkos méhe. Mutatjuk, mutatjuk mit énekelnek, igen. Lenná, nanná, nanná, nanná. Na. Jó. Itt lehet, hogy nem tud segíteni az öt éves. Tanácstalanul néz, igen. Mindenki, nem megy. Egyelőre. Na, mutatjuk még egyszer, figyelj. Lenná, nanná, nanná, nanná. Mit mond? Mit mond Kira? Semmi. Csak ül és néz. Igen. Igen, szegény. Áll és néz. Igen. Az egész család áll és néz. Tényleg? Igen, szépen. Igen, egy kicsit hosszabbat. Hosszabbat. Jó, kivettük a bögrét, figyelj. Lenná, nanná, 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 nanná. Hát ez már olyan hosszú, hogy már megmutattuk szinte az egészet. Haló? Itt vagy? Igen, itt vagyunk. Semmi? Semmi. Megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj! Jó. Hú, egy jó kis nirvána. Már ugye, és ha mondtad, hogy a férjed metálos, hát ez ugye nem klasszik metál zene, de azért szerintem aki abban a műfajban mozog, az ismeri ezt is. Egy jó Nirvana. Tényleg egy jó Nirvana. Egy jó kis Nevermind albumos sláger. Igen. Jó. Zsófi, köszi a játékot, köszönjük, ez most sajnos szépen. Nincs meg. Köszi nektek, jó. Ciao. Köszönjük, hello. Hello, na. 8 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, a hírek után jövünk vissza mi is. 4:09 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Morning Show, a Klasszol, hello Feri, szia! Hello, hello, szia, jó vagytok. Jobb így, nem? Sokkal jobb. Hétfő mindig annyira nehéz, de a péntek az jó. Egy jó kis Nirvana a gyerekek, ez, uh-huh. Ettől az is fölébred, aki utálja a rockzenét, vagy a grunge, vagy milyen stílus ez? Hát ez tulajdonképpen az, igen. Egy kicsit alterosabb beütésű grunge, nem az a klasszikus Pearl Jam-féle, Alice in Chains-féle grunge, igen. De olyasmi. Hát is ez egy giga mega album volt. A Nevermind, én a legjobb Nirvana album. 10,000-szer hallgattam meg körülbelül. Én is. Azért a legjobb, mert ezt az egyet ismerem. Azért ez a legjobb Nirvana album, mert egy a büdös életben nem tudnék mondani még egy Nirvana albumot, de ez egyébként tényleg jó. Hát egyébként ha lehet mondani, jó. Akkor ez a legpopulárisabb Nirvana album. Előtte és utána is csak olyan albumokat készítettek, amik azért ennél kicsit karcosabbak voltak. Kicsit ebbe is pusztult bele szegény Kurt Cobain. Hát volt ott más terheltség is azért. Nem hát hiszem, azért ott mire a csinkó végigmész. Ez volt ott egyéb terheltség is. Nem csak a legdurvább Nirvana album. De igen. Csak mondom egyébként, hogy akik most engem dicsérnek, hogy beraktuk ezt a számot, azok a Balázs dicsérjék, mert hogy én most egy Daughtryt javasoltam volna, ami egy nagyon kellemes kis rádióbarát rockzene Amerikából, de Balázs azt mondta, hogy lehetünk karcosabbak is. Igen, furtad is a Nirvánát, mindegy ciki, hogy ezt mondjuk, de... Igen, már amúgy annyira néztél. Igen. Nem figyeltek, ez a 8 óra utáni ébresztő
rock, ez bele kell, hogy férjen. Szerintem a rádió alapjaiben nem játszik túl sok rock zenét, de ez nyilván nem a mi döntésünk. A lényeg, hogy ez jó, szerintem. Tehát ez egy rock zene, egy nap belefér. Van egyébként rock zene azért a rádióban, de talán egy kicsit kevesebb, úgyhogy ez ettől mindenki fölébred, vagy megáll a kanál a kávéjában, vagy kicsit könnyebben kell föl, vagy könnyebben megy be a munkahelyre, az jó. Az jó. Mert nem megyünk nagyon durva irányba, tehát ez a klasszik dallamos rock lesz. Hát a múltkor már a Limp Bizkit is kivette a biztosítékot. A Limp Bizkitnél már kicsit sikítoztam, igen. Van az a pont, ahol én elkapcsolási faktort érzek. A Limp Bizkitnél már azt gondoltam, hogy Istenem ad, hogy ne kapcsoljanak el. Istenem ad, hogy ne halkítsák. Mondtad, hogy mész Szabira majd. De hát ott is, most hogy belegondolok, 30 millió ember nézte meg és lájkolta azt a videóklipet. A Rolling persze, volt figyelj, egyébként. Amerikában megjelennek rock rádiók. Tehát, hogy elhallgatja egy 2-3 millió ember, és megjelíti rock rádió, körülbelül 2 hónap alatt halna éhen. Mert annyira elenyésző sajnos az, aki Magyarország a rock zenét hallgat. De hát kis piacnál még kevesebb ember hallgat rock zenét. Hát ez nem igaz, hogy kevesen vannak a rockerek, hanem hogy ugye kis ország, kevesebb kis ország, és ezért gazdaságilag nem annyira éri meg. De nyilván sokan hallgatnak rock zenét. Na, van egy friss közlekedési hírünk, van egy nagy baleset a Népfürdő utcánál, ott egy autó a feje tetejére állt. Ez az Árpád híd alatt van, és elég nagy a dugó, ezt Betty küldte nekünk. Aztán az M3-as bevezető már oké, nincs dugó, se torlódás, se baleset, Károly elküldte meg még sokan, úgyhogy ott is lehet egészen nyugodtan menni, nem kell már elkerülni az M3-as bevezetőjét. Veszprém elkerülőn papucsos autó már dolgozik Várpalota felé, ez Basa 81 küldte nekünk, Püspökladánynál a 4-es számú főúton Debrecen felé trafiznak, ezt Hédi üzente. És van egy baleset az M0-áson, az M3-as felé a Péceli kijárónál két kamion ütközött, úgyhogy ott dugóra lehet számítani. Aztán egy-két SMS még. Mit láttok, ha kinéztek az ablakon? Fontos csanád. Hát, Laci, nézd már ki az ablakon. Vasast! Egy nagyon szép stadion, ahova jön a Chelsea, aztán utána nagy baj lesz. Utána vége a magyar futballnak. Nem, most hagyják magukat. Most éppen megint ki elehagyták magukat? Rijeka ellen. 3-1 lett a vége. De hát a 40. percben hazamentek az ultrák. Igen, mondták, hogy köszönjük. A Puskás stadionból köszönjük szépen, elég. Hát igen. Most hát kell ez a szép stadion. De nem baj, majd jön a Chelsea, és akkor utána. Akik a legerősebb összeállításukban jönnek, hiszen ja, ez külön kérés volt. Egy újabb sötét napja a magyar futballnak. Nem elég. Így az U19 után, meg az EB után. Miért kell még mindig? Nincs erre már szükségre a magyar népnek, hogy tovább is megalázzák őket. Hát annyi minden rossz történik velünk, miért kell minket bántani? Nem lehet, hogy elmaradjon? Kérjük, hogy maradjon el az a meccs? Nem, muszáj. Csak egy mondat, ha már szóba hoztad az U19-et. Én nem tudtam, vagy nem láttam a plakát. Szövegét. Ugye Mésző Kálmán volt a reklámarca. Ez a reklám felirat a plakáton az U19-nek. Figyelj, a játékosok mindent megtesznek a pályán. És te gyere ki a meccsekre. De az első, a játékosok mindent megtesznek a pályán. Jó a hajuk. Tökéletes a hajuk. Gyerekek, olyan hajakat látok, tanulok. Pedig azért nem tudok abba sokat tanulni, mik a modern hajak, de esküszöm, tanulok. Én azt nem tudom, hogy van egyébként ilyen bejő zenéje az U19-es válogatott, nem lehetne valamit választani a Hairből. Amikor a Berger sétál a repülőbe, tudod, az meglehetősen szomorú dal, az abszolút jó lenne. Engedd be a napfényt. Egyébként még stílusos is lenne. Na mindegy, mi van az ablakon? Kinéztünk? Semmi. Semmi. A felüljáró meg a stadion. Csanán, írd már meg nekünk, hogy miért kellett kinézni az ablakon. Jó, mi kinéztünk. Jó, tényleg. Itt állsz egy nagy molinóval, vagy bármi, akkor oké, de hogy miért kell kinézni az ablakon? Mit láttok, ha kinéztek az ablakon? Fontos, Csanád. Mi, chemtrail csíkok a levegőben? Vagy mi? Na, volt egy jótékonysági kezdeményezésünk, ugye 2 nappal ezelőtt. Többször csinálnánk ilyet, erre nincs lehetőség, de most úgy gondoltuk, hogy megint kell. Ugye a Szemenfigyelj Alapítvány kapcsán próbáltunk mi egy picit segíteni, és kértük a mi drága hallgatóinkat, hogy aki amennyit tud, segítsen, ossza meg, kürtője világá, és próbálja minél több pénzt hozzánk eljutatni, illetve pontosabban nyilván nem is hozzánk, hanem a Szemenfigyelj Alapítványhoz, méghozzá a Pécsi Alapítványhoz, ahol ugye hát gyógyíthatatlan beteg gyerekek utolsó napjait, heteit, hónapjait könnyítik meg úgy, hogy hospiszházként működnek, amikor is ugye beteg, gyógyíthatatlan beteg gyerekek a családjukkal együtt az utolsó pár hetet, pár hónapot talán egy kicsit könnyebben vészelhetik át. Hát nyilván ez egy hatalmas trauma mind a gyereknek, mind a családnak, de ez a ház és a ház alkalmazottai nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy gyógyíthatatlan betegeknek az utolsó napjait megkönnyítsék. Fantasztikus munka, amit ők csinálnak, elképesztő. Szörnyen kemény, de csodálatos. Igen, nehéz lelkileg, ugyanakkor nyilván lélekemelő is. Tehát egyfajta kettősség van ebben a munkában maximálisan. A legnagyobb dráma és a legnagyobb öröm, és ez naponta változhat, ugye, ahogy ezt Barbara is elmondta.
Beszéltünk vele, én is nagyon sok SMS-t kaptam, hogy hihetetlen megható volt, és rengetegen szóltak hozzá a műsorhoz, osztották meg Facebookon, és írtak nekem is, hogy küldjek én is privát számot, hogy tudnak segíteni. És hát tényleg összefogott az ország, elképesztő adataink vannak, majd mindjárt mondjuk, de talán a legfontosabb, hogy 250 000-en osztották meg, ami egy hihetetlen megosztásnak számít, 250 000 ember osztotta meg, küldték szét. Tehát tényleg egyfajta országos összefogás indult így a Morning Show-s beszélgetés után. Ráadásul azt ugye nem is tudjuk, hogy aztán később milyen életet élt, vagy fog majd élni a jövőben ez a dolog, hiszen mi csak azokat a megosztásokat látjuk, amiket a mi honlapunkon, a Facebook oldalonkon lévő lájkolók. Így van, 242 000 nézte meg, és 5100 osztotta meg, ami nagyon-nagyon-nagyon jó szám. Így van, ezek az egészen pontos adatok. És ugye mondtuk szerdán, hogy visszatérünk rá, nyilván teljesen értelemszerű volt, hogy fölhívjuk Barbarát, mi is kíváncsiak vagyunk. Meg hát persze gondolom, akik segítettek kisebb-nagyobb összeggel, ők is szeretnék tudni, hogy mekkora összeg jött össze. Ugye ilyenkor mi mindig nagyjából belőjük, és azt mondjuk, hogy szeretünk volna egy 3 000 000 forintot, ugye, ennyit összeszedni. Ez volt a legfontosabb segítség, vagy ez volt az az összeg, amivel már ez az alapítvány és ez a ház, ez kihúzhatta addig, vagy kihúzhatja addig, amíg ugye megjön az 1%, az emberek megkapják a fizetésüket, akik ugye elmaradásuk van, és effektíve életben tud maradni. Így van, ez tűzoltási kellett, ez 3 000 000. Igen, mert ugye, hát ha bármilyen hátralékod van, akkor ugye nem kapsz 1%-ot, tehát itt nagyon sok lyukat kellett egyszerre szegényeknek betömni. Mindig azt szoktam mondani, hogy túl szoktunk teljesíteni ilyenkor, úgyhogy én most azt mondom, hogy tudnám az adatokat annélkül, mondom ezt, hogy 3-at irányoztunk el, annyi akkor volt, szerintem megvan olyan 4,5 vagy 5. 4,5. Mert mindig hallgatói mindig többet raknak össze. Hát az biztos, tehát egészen hihetetlen hallgatóink vannak egyébként. Ez a családélmény, ez mindig megvan, nem? Amikor mi ide beülünk így reggel, és így úgy kezeljük a hallgatókat, meg ők is minket, mintha egy egymás családjának a részesei lennénk. Én mindig egy mosta testvérnek érzem. mindig egy számkivetett vagy. A használt ruhával. De ilyenkor, amikor az ember hall egy ilyen beszélgetést, akkor meg aztán nagyon azt gondolhatja, hogy egy nagy-nagy családnak a részese, és ilyenkor az ember kicsit idézőjelesen, persze, de szerintem mindenki érti, hogy mire gondolok, hogy a saját családján segít ezzel, vagy próbál ezzel segíteni, és hát majd ha halljátok a számot, akkor szerintem mindenkinek tényleg egy kicsi melegség költözik a szívébe, hogy milyen nagy család a mi hallgatótáborunk, és ami a legfontosabb, hogy milyen segítőkész. És mindjárt szemezgetünk az adományokból. Hál' Isten azért most megint bebizonyosodott, nem lelőve a dolgot, hogy azért olyan cégek is hallották a beszélgetést, és nem kifejezetten multikra gondolok, hanem olyan vállalkozásokra, akiknek talán egy kicsit jobban megy, akik megengedhetik, hogy segítsenek, és az ő szívükhöz is ez eljutott, és próbáltak segíteni. Na, itt van az alapítvány vezetője, egy ura, Barbara. Hello, Barbara, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Egy kicsit vidámabb a hangod, mint két napja. Igen, és nagy izgalommal hallgatok titeket. Igen, hallom a hangodon, hogy egy kicsit vidámabb vagy. Na, mielőtt a konkrét összegbe belemegyünk, azt meséld el nekem, hogy amikor lement a beszélgetés, ami nyilván neked nem lehetett könnyű, egyáltalán erről beszélni, meg ugye segítséget kérni, ezt tudom, mindig egy nehéz helyzet, hogy utána mi történt? Csörögtek a telefonok, felbojdult a ház élete, mi történt utána? Hát pontosan egy dermedt, sokkos állapotban ültünk a kollégáimmal az irodában, hiszen szerintem fél órán belül elkezdett csipogni az alapítványnak az a telefonja, amire a banki átutalások érkeznek, és ez nálunk azért nem ilyen napi jelenség, és nem egy megszokott dolog, hogy csipognak a telefonok, hogy adományok érkeznek. És egyszerűen csak így ültünk, és azt hallottuk, hogy pitty, és így megállt a munka az irodában, és egyszerűen egy fantasztikus és leírhatatlan érzés volt. Gondolom, hogy olvasták különböző hozzászólásokat, kommenteket is, ugye? A beszélgetés után nekünk nagyon sok visszajelzés jött, hogy nyilván az emberek nem tudják, és nem is feladatuk feltétlen tudni, hogy mi az alapítvány munkája. Egyáltalán, hogy van egy ilyen alapítvány, ugye akinek hál' Isten nem beteg a gyermeke, talán nem is találkozik ezzel. De hát nekünk nagyon sok visszajelzés jött, hogy elképesztő az a munka, amit csináltok, és hogy hihetetlen megható volt, ahogy te ezeket a dolgokat elmondtad. Gondolom, olvastál te is hozzászólásokat, vagy Facebook kommenteket például. Hogyne, bár megmondom őszintén, hogy én nagyon féltem tőle. Tehát az elején úgy voltam vele, hogy nem is nagyon mertem rámenni a Morning Show oldalára, mert attól féltem, hogy egy pozitív kommentre egy negatív jut, hiszen az alapítványok tevékenysége azért elég megosztó ma Magyarországon, és nagyon-nagyon meglepett az arány, hogy szinte nem is volt negatív komment, vagy egy-két félelemméről számolt be valaki, hogy biztos nem oda jut a pénz, vagy valami, de hogy rengeteg ember írta, hogy mennyire meghatódott, hogy félre kellett állni az autópályán,
és számomra ez egy nagyon nagy tanulság volt, illetve az, amit mondtál, hogy tényleg még nagyon sokan nem ismernek bennünket, és tennünk kell ezért, hogy az országban azért tudjanak róla, hogy már 4 éve működik a gyermekhospitál Pécset. Hát ez nagyon, nagyon fontos, igen. Hogyne, hát ezért beszélgetünk mi is, persze. Na, sikerült összesíteni? Gondolom, hogy megnéztétek, ugye, hogy összeadtátok a tegnap előttet, a tegnapot, és akkor ebből van egy szám, hogy mennyi jött össze, hogy mennyit segítettek, hogy utaltak a hallgatóink. Összeadtuk a bankszámlánkra érkező összeget, aztán a PayPal-re is érkezett adomány, illetve volt, aki az Unicredites bankszámlánkra utalt, valamint majd azt is, ha kívánod, el fogom mondani, hogy volt, aki személyesen hozta be az adományát. Hogyne, erről is beszélünk, persze, abszolút. Összességében, hát nagy izgalommal mondom ki, 13.380.329 forint adomány jött össze a csodálatos. 13, tehát több, majd durván 13,5 millió forint az, ami összejött. Igen. Atyaisten. Fú, de komoly. Atyaisten. Mennyit mondtál fel? Hát én mondtam, hogy ha 3-at gyűjtünk, aha, akkor mindig túllőjük, mondjuk 5. Hát de ehhez képest a 13 fél, az nagyon kemény. 13,5 millió forint. Igen. Hát milyen hallgatóink vannak? Ez abszolút az ő dicséretük természetesen. Mindenki, aki hallgat minket, azért bebizonyította, hogy azért a helyén van a szíve. Ez egy nagyon nagy szám, ennyire én sem számítottam. Én tudtam, hogy jönni fog, meg ugye beszéltünk mi már a beszélgetés előtt, és azért ez egy olyan érzékeny téma, amire azt gondolom, mindenki segít, de erre én sem számítottam. Tehát ez hihetetlenül sok. És még egy adatot szeretnék elmondani, hogy ez több mint 1300 ember volt, aki ezt az adományt összerakta, tehát 1300 falevelet kellene festenünk most a Dóri ház ablakára, és a legnagyobb összeg ebbe 500.000 forint volt, 3-4 ilyen átutalás is volt, de a többség az 1000 és 25.000 forint közötti adományt utalt át. Volt egy fiatal ember, aki beszaladt a telepejetekre, ugye? Az nagyon megható volt, ez tegnap történt, a kollégáim, tehát én nem is tudtam vele találkozni, olyan gyorsan történt, a kollégáim jelezték, hogy beszaladt egy fiatal ember, és szó szerint el is futott, a kezükbe nyomott 2000 forintot, és azt mondta, hogy ő most már fél éve munkanélküli, de hogy hallotta a rádióban az adást, és mindenképp segíteni szeretne, és ha lesz lehetőség, akkor jövőben is fog segíteni. Nagyon megható volt számunkra. Megint bebizonyosodott az, ugye, hogy a kis ember segít egyből, az, mi a mondta 2000 forintot. Ja. Igen. Hát ide hozzánk is besétáltak, ugye hozzánk 500 000. Igen, nem, Juli mesél, igen, ő volt itt, aki átvette. És ugye nagyon sok egyéb felajánlás jött, tehát azért az is nagyon jó, hogy aki mondjuk konkrét anyagi segítséget nem tudott adni, vagy nincsen lehetősége, viszont egy olyan cégnél dolgozik, ahol valami szolgáltatást tud felajánlani, ebből is nagyon sok jött, ugye? KFT-k, cégek, hotelek, rengeteg mindent felajánlottak. Igen, nagyon érdekes felajánlások érkeztek, például egy taxi vállalat Budapestről azt ajánlotta föl, hogyha bármikor ilyen van, hogy gyerekek kívánságát kell teljesíteni, mint a tűzoltóautó, ahogy elhangzott a riportban, akkor ők bármikor beülnek Budapestre az autóba, és leszállítják nekünk térítésmentesen Pécsre. Akkor érkezett 2 defibrillátor felajánlás, ami iszonyat nagy segítség lesz a számunkra, hogyha megérkezik. Hmm. Meg ami szerintem szintén nagyon érdekes, nem tudom, hogy a szálloda nevét kimondhatom. Ebben az esetben nyugodtan egyébként, persze. A budapesti Hilton szállodából érkezett egy felajánlás egy családunk részére, hogy egy nagyon beteg kisgyermek a Hilton szobájából nézheti majd végig a családjával augusztus 20-án a tűzi játékot. Ez is egy nagyon szívhez szóló felajánlás. Érdekes volt a pécsi sörfőzde, pedig sört szeretne árulni jótékony célra, tehát tényleg nagyon-nagyon sok érdekes felajánlás. Igen, azt olvastam, mondjuk felajánlottak, hogy egy sörvásár tartanak, ugye? És akkor az ebből befolyt összeggel is segítenek benneteket. Tehát ez hát még a részletek nincsen. Meg csak a szándék, de aztán horgászverseny is lesz a Dóri házért, szerintem ez is fantasztikus. Motorversenyre is érkezett, illetve valamilyen még egy koncert, bocsánat, itt közben szemezgetek, operett est szervezése is folyamatban van, tehát tényleg nagyon érdekes felajánlások érkeztek, és nagyon-nagyon örülünk mindennek. Igen, aztán még csak itt nézem közben az összesítést, amit átküldtél, hogy itt még lovardák felajánlottak program lehetőséget, élményparkok, légkezeléses eszközök. Direkt nem mondom a cégeket, mert ezek közül nagyon sok van, aki azt mondta, hogy nem is szeretné, és nem is azért teszi, igen, hogy megjelenjenek. Igen. Tehát azért nem is mondom. Igen, a horgászverseny, újságok felajánlottak többszöri megjelenési lehetőséget, ami nektek ugye nagyon jól jön az 1%-ra, meg hát egyáltalán, hogy tudják és ismerik az alapítvány munkáját, úgyhogy igen, nagyon-nagyon-nagyon sokan fogtak össze. Hál' Isten, hát ez azért bebizonyította, igen, hogy
hogy azért működik valami ebben az országban. Igen, ugye hát ha még ezeket mind forintosítjuk, akkor ez még nagyobb összeg, tehát akkor a 13,5 millió forint az ugye még növekszik, bár nem is itt a pénz számít, hanem az élmény lehetőségek a gyerekeknek, akik ilyen helyekre egyébként nem jutnának el soha. Egyébként, hogy amellett, hogy persze nagyon szépen köszönjük az eddig a nevetekben is az eddig befolyt összeget a kedves hallgatóinknak, hát mindenkit arra biztatunk továbbra is, hogy ha teheti, akkor támogassa a munkátokat, akár csak néhány száz forinttal is. Így van. Hát ez az a bankszámlaszám az él, abszolút, persze. Igen. És hát én is szeretném a köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki ebben a fantasztikus akcióban részt vett, nektek is nagyon, a stábnak, minden szerkesztőségi tagnak nagyon-nagyon. Balázs, neked különösen, hogy nagyon sokat beszélgettünk, utána jártál ennek a dolognak, és nagyon sok munkád van benne, illetve mindenkinek, aki ehhez úgy érezte, hogy hozzá tud járulni, vagy hozzá szeretne járulni. Még egy érdekes dolgot hadd mondjak el, az is különleges volt, hogy fővárosból szintén tegnap csak azért leutazott egy cég képviselője, hogy átadjon egy oklevelet, hogy ők 150 ezer forintot gyűjtöttek össze, adomány vagy anonimak szeretnének maradni, már át is utalták a pénzt, és hát ilyen repicucokat hoztak a gyerekeknek, sapkát, meg egyéb termékeket, de ez is nagyon megható volt, hogy ők direkt ezért leutaztak Pécsre. Hát hogyan, tényleg meg ugye ebben az a fontos, hogy az ember nem is gondolja, hogy milyen pici apróság okozhat örömet. Tehát, hogy tényleg az ember mindig valami nagy dologra gondol, amikor segítségadásról van szó, és teljesen hétköznapi, számunkra teljesen hétköznapi apró kicsi tárgyak, ajándékok is a legnagyobb örömet okozzák ezen gyerekeknek. Tehát ilyen fejjel kell gondolkodni. Van egyébként ebben egy ilyen gondolat, ami én sokat gondolkodtam ezen a dolgon az elmúlt napokban, és így valami megfogalmazódott benne, ami egyébként nagyon ritkán fogalmazódik meg az emberben, nyilván, hogyha nem foglalkozik a témával, akkor így nehéz is, hogyha nem segítesz most nekik, akkor lehet, hogy holnap, vagy holnap után, vagy egy hét múlva nem tudsz nekik, mert hogy végérvényes dolgokról beszélünk. Igen, sajnos. Abszolút. Tehát most kell segítened, mert lehet, hogy annak a gyermeknek ez az utolsó pillanat, hogy úgy menjen el, hogy szép emlékekkel. Így van. Barbara, nagyon-nagyon jó munkát kívánunk nektek, jó? Mi még úgy is beszélünk, akkor örülök, hogy ti is örültök, és aztán beszélgetünk, jó munkát nektek, az a legfontosabb. Jó, vigyázzatok köszönjük magatokra, szépen. Hát mi köszönjük. Köszönjük. Puszi, köszönjük szépen, Gyura Barbara, Szemenfény Alapítvány vezetője, köszönjük szépen. Na, csak hogy milyen érdekes felajánlások vannak, ugye Júli vette át tegnap vagy tegnap előtt, hogy valaki megérkezett, ezt igen, ugye pont említettük, 500 000 forinttal bejött ide, ugye? Igen, de úgy képzeld el, hogy azt mondta, hogy tessék, itt van, de én nem láttam, hogy ő mennyi pénzt hoz, csak azt mondta, hogy behozza, beugrik vele, hogy akkor ő ezt odaadná. És mondtam, hogy nem, hát ezt ne csináljuk, írni róla egy átviteli elismervényt, akármi. Írom, hogy akkor kitől mondja, hogy nem szeretné elárulni a nevét, legyen annyi, hogy elég, hogy Olivér. És mondom, most mennyit írhatok? És írt, hogy mondta, hogy 500 ezer forintot. Megállt a klaviatúra felett. Tehát, hogy, és egy ilyen fiatalember volt, mondta, hogy hallotta a megszólalást, hogy potyogtak a könnyeik, hogy ők iszonyatosan hálásak a sorsnak, hogy az ő gyerekeik egészségesek, hogy az ő szeretteik egészségesek, és ilyenkor mindig azt érzi az ember, hogy valahogy meg szeretné hálálni a sorsnak azt, hogy ő vele minden rendben van. És akkor ők gondolták, hogy akkor ezt elhozzák. Úgyhogy így ott hagyta és kisétált az ajtón. És nem is akartam mondani, hogy honnan vagy miért, vagy tehát sem mondta, hogy nem is... Nem mondta semmi. De jó. Azt mondta, hogy nem kell. Átutaltuk? Igen. Nem itt van még a fiókban. Vali, betettem a fiókodba. Oda szoktuk tenni az ilyen pénzt. Igen. Na, minden hallgatónak köszönjük. Jó, nagyon drágák vagytok, tényleg. Ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített, vagy a jövőben fog, vagy bármilyen felajánlást tett az alapítványnak, akár magánszemély, akár cég nevében, igazából mindegy is a lényeg, hogy köszönjük szépen, tényleg nagyon drágák vagytok. Például a pécsi hallgatóink most a hétvégére szerveznek falunapi tombolát, aminek a bevételét majd az alapítványnak fogják felajánlani. Tehát, hogy még vannak még folyamatban lévő dolgok. Abszolút, ez még zajlik, így van. Na jól van, hát ez jó. Mindenféleképpen. 8:30 pontosan 5 perccel. Hármasugrás játékunkra lehet jelentkezni olyannyira, hogy szupergold jegyeink vannak még. Úgyhogy aki szeretne ott lenni a Forma 1-en, annak talán egy utolsó esély, hogy ezeket a jegyeket megnyerje. Lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az új Lenny Kravitz dal itt a Morning Show-ban. Az új Lenny Kravitz. De jó. The Chamber, ez a dal címe. Gitárra azért tehettek volna egy kicsit. Igen, diszkosít ő is. Na gyerekek, nagy diszkolázva mindenki ez a tusz-tusz diszkot nyomja, de Lenny Kravitz, az nagyon-nagyon jó. Diszkó király lett ő is, nem? Hát igen, egy picit. De jó, egy jó, picit. Jó kis dal. Jó. Abszolút, meg jó, hogy játsszuk. Na, Forma 1 jegyek, hát őrület van, mindenki ott akar lenni a magyar futamon. Ugye van még szupergold jegyünk, és 3 darab jó válasz után lehet elvinni. Nos, a kérdés, hogy mi van akkor, ha megáll, akkor nem ővé a szupergold, akkor nem viszi el, ugye?
Talán lehet, hogy érdemes lenne egy a futam előtti utolsó nap, hogy kicsit bátrabbnak lenni a hallgatónak. Nem? Egyszerűbb kérdések, János? Ne hagyd magad. Ne legyenek egyszerűbb kérdések. Igen, a Super Gold az ugye, ha valaki nem tudná, az ugye szemben a pedokkal, ugye pontosan a másik oldalon, ugye a fede tribün. Ott ülsz, mint Super Gold, hát meg és a rajt. Ott van a rajt ott indul előtte. A rajt, megnézed a grid girl-öket, megnézed, ahogy rakják a melegítőket, vagy leszedik le a melegítő köpenyeket a gumikról. Igen, és ezeket a pehelysúlyú 40 kilós ilyen 1.40-es pilótákat, mert tényleg úgy néz ki mindegyik, mint egy ilyen kis liliputiak, nagyon picik. Ami szerintem a legizgalmasabb a dologban, ebben a Gold Tribune-ben az, hogy szemben ott vannak a pedokok, és azt látod, azt a sürgésforgást, azt a mérnöki pontossággal megtervezett, és tényleg szinte katonai precizitást, ahogy például a kereket cserélnek, ahogy feltöltik az autókat üzemanyaggal, stb., ahogy elütik a másik csapat szerelői. Ez nyilván véletlenül. Igen. Na jó van, hát nézzük akkor ki a szerencsés, jó? Aki megnyerheti a Super Gold jegyeket. Már is játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hello Balázs. Szia. Hello, honnan hívsz minket? Debrecenből. Debrecenből, mit csinálsz ott? Hát éppen dolgozok, de csak szolidan péntek révén. Ja, tehát már ez a levezető szakasz 9-kor. Hát persze, persze, akkor a lelkesedés már csökken. A hányra mentél? 8:30-re. De jó. Igen, és 10-kor már megyek is. Igen, mit csinálsz, mit dolgozol? Hát egy gyógyszeripari cégnél vagyok jelenleg. Mint készítő, vagy mint terjesztő, vagy mint orvoslátogató? Inkább ilyen irodai alkalmazottként dolgozok. Aha, nagyon pöröksz ma reggel. Amfetamin? Lopod a cuccot? Megszerezted hát a pótkulcsot? Ugye? Bizonyám. Na, ki a nagy Forma 1 rajongó a családban? Te vagy? Hát én vagyok már elég régóta. Aha. És kivel mennél? Hát ez még egy jó kérdés. Lehet édesanyámmal. Ő akar, vagy viszed magaddal? Hát muszáj. Különben nincs hol laknom. Nincs hol laknod, ha nem. Hát ha nem viszem el, akkor kirak. Ja, hogy mamával laksz még? Hát persze, igen, igen. Hány éves vagy? Hát 22. Na. És a mama mennyi? 56. Uh-huh. 56. Aha. Na jó van, Jani, milyenek a kérdések? Egy a Forma 1 szakértő számára gyakorlatilag egy sétagalop lesz az egész. Nem hobbi Forma 1-es vagy, valóban szereted, ugye? Tényleg, igen, régóta nézem. Jól van. Oké, így szól az első kérdés 2 darab 3 napos Forma 1 belépőért. Hány pontot kap a második helyen célba érő versenyző egy Forma 1-es futamon? 18-at. Így van. Kicsit megakadtunk volna, mi? Igen. Hát a cucc már 6 már lassabban tud beszélni. Jaj, hogy szívódik föl? Igen? Igen. Na, jaj. És a harmadik kérdés a választ. Jó, elfogadjuk. Mehetünk tovább? Vagy viszed? Nem viszed, jó. Red Bull Racing relikvia a tét, plusz a 2 darab 3 napos. Egy így szól a második kérdés. Melyik legendás versenyző beceneve a professzor? Ellen Prosté. Így van. Nagyon durva, és ő még mindig ugyanezt tolja. Rá azt mondják egyébként, hogy ha nem lett volna nagyon jó autóversenyző, akkor nagyon jó bringás lett volna belőle, és láttam, hogy bánik a kerékpárjaival egy ilyen kis riportfilmben, az ember megdöbbentő. Megszállott? Megszállott. Igen. Az. Ott is professzor. Na, 2 darab jegy megvan. Super Gold jegyetén. És a Red Bull relikvia, így van. Jó, nem akartuk lenyúlni. Ez Red Bull-os póló. Igen, nem akartuk elvinni tényleg. Red Bull-os póló. Ha most megállsz, elviszed ezt, és ott vagy a Hungaroringen. Ha kockáztatsz, akkor lehet, hogy elbukod, és akkor otthon maradsz. Nem lehetsz amatőr, ne állj meg! És ott anyukirak. Vagy a kapuban. Otthon maradsz anyáddal. Na? Figyelj, és hogyha bukom, és csak őt küldöm? Hát akkor már csak nem fogják beengedni. Ajaj. Mert ha te elbukod, akkor ugye ő se kapja meg a jegyeket. Tehát akkor mama megnéz, beinteget Magyarodról, visszafordítják. Bizony. A főbejáraton, vonatra felszáll, hazamegy. És nem a végeredmény ugyanaz, mert amikor hazér, repülsz. Igen. Nem baj, menjünk tovább. Viszont még a futamot se látja, mert közben utazik. Úgyhogy menjünk tovább? Menjünk. Hát, tovább. Jó, így szól a harmadik kérdés 2 darab Super Gold jegyért, ami nem akármi. Melyik városban található a Ferrari székhelye? Olaszország, Ferrari székhelye, Maranello. Jaj, na jó, majd ide jó. Ott lesz te.
Úristen, köszönöm. Nem csak, hogy ott lesznek, hanem hogy lesznek szuper ott. Nagyon. Gól. Szuper gól. Lehet nyakba akasztani, menőzni, és megvetően nézni arra, akinek állójegye van, vagy ott ül a tribű mellett, de nem szuper gól, mert ugye ott ülnek nem szuper goldosok, és megmutatni a saját jegyedre, és így van. Nem utáskodik. Mama majd menőzhet, mint Milla Jovovics az ötödik elemben. Szuper gól, világ egy, szuper világ gold. Egy. Igen, az a legjobb hely. Jól van, ügyes vagy. Köszönöm. Mikor jöttök? Ugye ez háromnapos, tehát akár már ma a szabadedzés, holnap a péntek. Hát vagy ma munka után, vagy holnap mindenféleképpen. Hát valahogy csináljátok azt, hogy itt alszotok, valami szállást találtok, valami kis panzióban, összebújtok, idézőjelesen. Mamával. Hát, hát finoman, és akkor utána vasárnap újra kimentek a futamra, tehát nehogy csak szombaton vagy vasárnap legyetek. Jaj, nem, dehogyis nem, szombat vasárnap, az biztos. Rokonság van, aki befogad benneteket itt Pesten? Hát reméljük, megoldjuk, ez ilyen a legkisebb bajunk. Hát de várja, Ferék, nem vannak Velencén, üres a kecó. Bizony jöhettek, de kulcs nincs. Kulcs a lábtörlő alatt, mint mindig. Rendben, rendben, rendben. Jó. Elmondjuk, hogy tudod majd átvenni a jegyeket adáson kívül. Jó? Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, köszi Balázs, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. De jó. Utoljára azért szuper goldot adni a héten. Hát igen. Ah, igen. Na. Most, most mi van? Na azon, mi gondolkozol, azt várjuk, hogy mondasz-e jó hétvégi programot nekünk. Hétvégi talán, programot? Mit csinálsz, hova mész a héten földerítettekből. Az egynapos programokban? Igen, igen. Kaptam egy SMS-t, ami programigazgatónktól, hogy hogy van még kettő darab Supergold VIP jegyünk is. Hoppácska! Nem lehet ilyen jó fej, hogy az övét. És hogy arra gondolt, hogy te meg ő? Arra gondolt, hogy nincs kedvem vele Forma 1-et nézni, erre visszaértem, hogy nincs. hogy van még kettő. Sötét részletek ezek, nem megyek bele, hogy. Mm-hmm. Meg hogy honnan. De meg egy, hogy mi által. És ez még meg ki által. VIP-is. De hogy ez kettő darab VIP Supergold jegy. Ami azt jelenti, hogy még a sátorba is be lehet menni, ahol kajapia is van. És hogy ezt még ki tudjuk sorsolni, akarjuk. De nem akarjuk, inkább menjünk. Illetve pontosabban, hogy menjek ki vele, de mivel nem megyek, így elkértem tőle, és odaadjuk a hallgatóknak. Ez jól hangzik. Ez nagyon jó. És nyertesünk már meg is van ebben a pillanatban. Vadon János, gratulálok. Még nem tudja, ugye? Igen, kimehetsz. Na, hogy azt adjuk oda még valaki. Persze, ez nagyon jó ötlet. Azon gondolkozom, hogy legyen az, hogy... Játsszunk még egy hármas ugrást. De az degunalom lenne. Miért? Jó, izgalmas kérdések vannak, tudsz agyalni. De nem akarom állni itt pénteken most három kérdés erejéig, még most itt dobjál össze, itt beleőszülsz abba. Az igaz. Nem? Most mondanám, hogy így próbálja. Mint Elmiki. Elmiki, gyere és gyakorolj rajtam, vagy mi? Igen. Elmiki bulizik, pam-pam, gyere és gyakorolj rajtam. Igen, útéleget hívnunk el. De lehet, hogy egy is elég. Lehet, hogy egy is elég, igen, legyen ez egy olyan játék, hogy mit tudom én, mindenki kap egy kérdést, már hogy mindenki hallja a kérdést, elküldi SMS-ben a jó választ, és akkor kiválasztunk egy valakit a jó választ küldők közül. Jó? Kilenc után feltesszük ezt a kérdést, bárki válaszolhat rá, és akkor ez még egy ilyen utolsó utáni esély, hogy még akár Balázsékra is ráverjen, és kiintegessen nekik a sátorból. Na mi van? Supergold, nagymama, vagy mama. Supergold. Na, mi meg itt esgőzünkben. Jó? Tehát 9 utára szülsz a kloákádon egy kérdést? Kitolsz magadból, egy kipréselsz magadból egy kérdést még valahol? Úgy érzem, hogy már meg is van. De valami gyilkos. Figyelj, most mindenki tud internetet használni. Vagy tényleg legyen gyilkos? Ne legyen nagyon gyilkos, de azért legyen nagyon. Van legyen egy nagyon. Kedvenc kérdésem. És már régóta fel van egy kedvenc kérdésem, de arra a kérdésre egyébként a válasz nem is egy, hanem kettő darab név. Aha. Én ezt nagyon szívesen feltenném. És egyáltalán nem Forma 1-jel kapcsolatos. Még az ja, semmi köze nincs, az a napoleoni háború. Hogy hívják a két szomszédodat? Így van. Két név? Így van. Kettő nevet kell mondani? A két név között van valami kapcsolat? Tessék? Hogy ne volna, az egyik keresztnév, a másik vezetéknév. Én nem úgy értem, hogy két név, hogy két önálló név, vagy egy vezeték, vagy egy keresztnév. A kedvenc francia tábornokom az Jacques Foch-marsalhoz kapcsolódik. Foch-marsal. Nagyon jó. Az első Pun háborúból, igen. A második hadvezet, az elefántáton. Jó, ezt rád bízom, te vagy a kérdés felelős. Jó? Úgyhogy drága Morning Show hallgatók, akkor adunk még kettő darab háromnapos VIP Supergold jegyet. Jó, tessék akkor figyelni. Jó, internet segítség, szomszéd, barát, bármilyen segítség. Simán összehozzátok.
És akkor jövünk a kérdéssel. 4 perc múlva 9 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi. 4:10 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. És hát lázban égnek még mindig a hallgatóim, mert hogy van ez a kérdés, ugye, ami még nem hangzott el, már küldik a válaszokat, tehát már jönnek a válaszok teljesen érthetetlen módon. És van köztük jó is. Igen, Alonso Fettel. Alonso Fettel írja valaki, de van, aki eltalálta a jó választ, úgyhogy nem hangzott el a kérdés. Az egész egyszerűen döbbenetes, mondjuk a Neymar és a Messi választ, azt nem annyira értem, de tetszik. És azt, Neymar hogy többen és elküldték a zsákfost, és mit Jani mondott, zsákfost marsal. Igen, valaki Shrek és Samár nyertem. Igen. Én szeretem, de hogy nem sokan, de talán ketten vagy hárman elküldték a jó választ, az megdöbbentő. Az megdöbbentő. Úgyhogy most találtad ki a kérdést ugye a hírek előtt. És beblöföltek, és sikerült. Nagyon durvá. A következő VB előtt őket fogjuk hívni, nem Imolát. Igen, abszolút. Most megnézegettem gyerekek a képeket, az egyik internetes portálon fent van, hogy ki mivel jött, ki milyen repülővel jött. A magángépek állnak ugye, a Ferihegy egyetlen ott landolnak a magángépek, vagy átgurulnak, vagy ott tartják őket. Hát Bőrni bácsi nem vicce. Nagy a gép? Igazából nem is az, hogy nagy ezüst színű, F1 felirat a hátsó szárnyon, gyönyörű, négyhajtóműves, és úgy néz ki, mint ezek a, mi ez a régi nagy orosz ilyen bombázó, amik így lefele megy a szárnya, tudod, és ilyen nagy, rohadt nagyok, és ilyen nagyok. És lefelé most el a szárnya. Nem 10 ilyen. Nem az A2-esen, mert amik az a legnagyobb, az a, van az a nagy, tudod, és így lefelé. Lehet, hogy az. Na úgy néz ki, csak kicsiben. Most ez senki nem tudja, hogy neszki. Mindegy. Keresetek rá szép. Inkább a neten. Úgy néz ki, csak kicsiben nem orosz, és a szárnyai felfeláll. Igen. Alonso szerényen megérkezett egy spanyol regisztrációjú Falcon 900-assal. De biztos, hogy ők jöttek meg, és nem a Vajna Timiék jöttek az a nyaralásba? Hát lehet, hogy Füredről hazarepültek ők is, igen. És még néhány csoportkép az egyéb repülőkről. Egyébként és mindez azért, mert érted, hogy a két órát autókázni. Hagyjad már. Beszélgettem egyszer egy hajókapitánnyal, aki járja az Adriát is hajókapitány, és arról beszélgettünk, hogy mi van, ha az embernek van egy... Nem. Van egy, mit tudom én, egy százlábas azimutja, százláb azért az komoly, mint a 30 méter. És kérdeztem tőle, hogy van-e igény ezekben az emberekben, hogy ha már ilyen hajójuk van, akkor letegyék a hajóvizsgát, és megtanulják vezetni. És azt mondta, hogy teljesen más a mentalitás, és el se tudnánk képzelni, mert én arról győzködtem, hogy egy ilyen hajóm lenne, alap, hogy megtanulnám a tengeri hajózást, érdekelne, és mekkora élmény lenne az, hogy én ezt a hajót vezethetem, de csak úgy, mint ezeket a kisrepülőket, amiket azért egy idő után meg tudsz tanulni vezetni. És mondta, hogy teljesen más. Tehát olyan szinten rabszolga sorsnak gondolják a hajós kapitány életet, hogy eszük ágában nincsen megtanulni. Van arra ember. Van arra ember, hogy ő nem azért dolgozott, és hogy nem azért gyűjtött, mit tudom én, egy 80 lábas azimutra, mit tudom, 1,5 milliárd forintot, hogy ő aztán odálljon vezetni, és kérdezem, hogy úgy hajóznak, hogy fogalmuk nincs arról, hogy nem lenne benned egy olyan igény, hogyha van egy ilyen repülő, te vezest? Hát mekkora élmény? Ja. Vagy megtanuld a meteorológiát, az éjjel repülés, nappal repülés, szabad szemmel, hát mennyi minden tanul? 10-ből 10, de maximum 1 az, aki meg akarja. Ő is olyan, aki egyébként szegény sorsból csinált valamilyen céget is megtolta, de azok, akiknek ilyen hajójuk van, és gondolom ugyanez a repülésnél, hogy egyszerűen azt mondta, hogy dehogy is. Hogy nem. Nem tanulnád meg szívesen? Hát lenne egy ilyen 900-asod, nem terepkednél vele? Nem. Mindegy, hogy az Alonsoé vagy nem, vagy a spanyol biztosítja, hát értelemszerűen 3 év alatt lerakod, és mekkora, hogy beülsz a gépedbe, mint például ugye Travolta, és a kis 747-essel ott landolsz, mert ő épített magának még egy kifutópályát. Az a másik elképesztő. Hát ő épített magának egy konkrét terminált. Igen. Ő megcsinálta a házat, kimegy a házába, irányítóra, hogy felszáll a gépre, nyom egy kövéret, és mondta, hogy nincs bennük igény. Hogy ez teljesen más mentalitás, hogy eszük ágában nincs, egy kötelet nem fog meg, mert hogy ő azért vette ezt a hajót, és azért jutott el odáig, hogy ő ezt élvezni akarja. Pedig azért egy ilyen 30 lábas hajónak ott az Adrián nyomni egy köbéret, nem? Szerintem még a kapitány fülkébe sem volt. Ez ágában nincs. De van egyébként szerintem olyan, aki élvezést szereti. Hát ott van például Feri konyhája, abban is van egy 100 lábas. Látod? És én használom és is. Szeretik. Ah, Istenem, igen. Hát az jó lehet azért így. Na mindegy, tehát szépek a gépek. Na, jöjjön a kérdés, Jani. Na, figyeljetek. Szült, nyomd ki a kloákádon. 2 darab nekem névre. Nekem jó, ha mondott szájjal. Én szeretném, ha megszűnnéd ezt a kérdést. 2 darab névre vagyunk nagyon kíváncsiak. Még a keresztnevük sem kell. Elég, ha a vezetéknevüket írjátok meg.
Antonov. Figyeljetek. Köszönöm. Így van. Szívesen. Nem. Antonov. Hát, mondd, figyelek. Így ez az egyik név, hogy nem, Antonov. Nem, én beleszóltam, bocsánat. Tupoljev és Migolján. Ja. Tehát figyeljetek. Kiknek a rivalizálásáról szól a Rush Hajsza a győzelemért című film? Kettő. Azaz kettő darab legendás pilótának a nevére vagyunk kíváncsiak, a vezeték nevükre. Ezt küldjétek el nekünk a 0676450000-as SMS számra. Ez a film, én nem szeretem a Forma 1-et, tehát ez nyilván már kisdőlőtt a hozzászólásaim nagy részéből, mennyire tudom komolyan venni ezt a sportot, de ez a film, megmondom őszintén, rettenetesen szórakoztató volt, hihetetlen jó. Nagyon jó, jó mozi. Film. Nagyon jó film. Mozi. Igen. Jelölték is azt hiszem Oscarra a Niki Laudát alakító színész, de nem kapta meg. De. Ó. Nem. Te varom vagy. Egy nevet várunk csak. Tehát egy nevet. Nem hiszem el. Kivel rivalizál. Esküszöm, hogy nem direkt csinálom kivel ezt. Kivel rivalizál. A Rush Hajsza győzelemért című de filmben. Dekkora varom vagy. Az említett legendás pilóta. Egy nevet küldjet. Ne, felejtsétek el. Jó. Nincs a másik. Nem kell elküldeni. Te hülye vagyok. Következő kérdés. Annyira gyönyörű. Nem, már vigyázz, meg se szólalok. Éreztem. Nem, meg se szólalok. Itt se kire vagyok. Kire vadászik? Itt se vagyok. Na jó. Jó. Nem. Jó. Nem vagyok itt. Jó. És most eszembe jött egy másik film, amit nagyon szeretem, ez a Mission Impossible, akinek a főszereplője Ethan. Nem mondok semmit. Jó. Tehát ez a kérdés. Jó. És ez hányszor játszottál ezzel a héten? Háromszor. Körülbelül. Háromszor. És az a durva, hogy nem direkt. Bevállalnám, kicsit próbálok segíteni. Nem, a jó szívemet nem leplezném. Ezt nevezem hallgató barát műsor. Ez az igazán hallgató barát műsor. Miért itt a kérdés? Elhangzik, mondom a választ. Nem, mert annyira bele tudom magam élni egy-egy kérdés, hogy látok magam előtt a filmet, csak azért is, mert kétszer megnéztem, annyira jó. Nagyon én nem szeretem, hogy Hajsza a győzelem, mert a címe alapján messziről elkerülöd, nem? Mi hülye cím, ha ilyen C-kategóriás VHS-re forgatott. Jó, ez a magyar cím. Igen, az angol cím ugye nem, csak hát nehéz valami jó címet adni neki, de mint egy ilyen VHS kopiára készült valamilyen C-kategóriás akciófilm, Hajsza a győzelemért, a legnagyobb közhelyparádi. És a film tényleg zseniális. És azok, akikről szól, nem mondok már semmit, ők is megnézték, és azt mondták, hogy döbbenetesen élethű, és nagyon jól ábrázolják a színészek, és jók a jelenetek, és tényleg. Jó film. És le is fagyott az SMS falunk a francba. Nagyon jó. Egyébként a magyarításokra, a filmcím magyarításokra csak annyit, hogy azért van egy olyan film, amit a magyarított címet semmi nem tudja überelni, ez pedig nem más, mint a Vive le France, vagy Le France, ez az eredeti cím, a magyar címe Francia drazsék, avagy Francia borat robbantani Eiffel-torony. Jó, de a barátot bele kell tenni, mert gondolom, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Az elég. Csak ő nem szerepel benne. Ja, ő nincs is benne? Csak ez egy utalás, hát hogy valami hasonló. Ja, valami hasonlót képzeljetek el, mint azt. Ja. Uh-huh. Na jó, de ezzel most csak össze akartam zavarni a hallgatókat, hát ha ettől nehezebb lesz a kérdés, a válasz. De nem. Na, gyerekek, azért elmondom most, függetlenül, hogy elérik vagy nem, fejlemény van a Benkő ügyben, és én ezt nagyon szerettem, mert én erre ráálltam, és én ezt most követem. Egészen a végéig. És bebizonyosodni látszik az, hogy nagyjából az van, amit sejtettünk. Ugye van ez a taxis versus Benkő bunyó, ami azért most már zajlik egy ideje. Mi derült ki? Mi az újabb meglepetés? Taxis versus Omega, mert nem csak a Benkő. Taxis versus Omega, így van. Ugye az ominózus taxi hívás éjjel, amit ugye az Omega zenekar két tagja követett el, majd a teljesen indokolatlanul a taxiból kipattanó taxisofőr, aki rommá verte az Omega két híre zenészét. Másnap címlap, 8 napon túli sérülés, ők se érték, lepofozták őket, megverték, mindenki hülyére vert a taxis. Az egész ország egyöntetően akarta meglincselni ezt a taxisofőrt, ugye? Aztán kiderült, hogy azért itt van valami finomság a dologban, mert hogy mégse annyira egyértelmű a dolog. Hát gyakorlatilag napról napra változott a sztori. Változott a dolog. Várj, megpróbálok kitalálni. Nem taxis. Nem az Omega. Nem Omega, hanem mávos, az LG. Illés. És az illés. Nem, most mit látok a bulvár sajtóban, már egy heti magazinban is, akinek ezek szerint egészen késő lehetett labzártájuk, hogy ez még belefért. Meghívták a taxist a koncertre. De rendes. Az Omega zenekar zenészei. Mert meg akarják veretni a biztonsági őröt. Így van. A taxisofőrt és a családját meghívták az Omega együttes augusztus 8-ai koncertjére. A taxisofőr egyébként örömmel fogadta a hírt, és
elfogadta ezt a meghívást. Mondjuk csak... az Omega mindig legendás volt a sok pirotechnikáról és a sok ködről. Koncert közben. Igen. Körülött, tehát füst. Jancsófim, lovaköd, félmeztelen nő. Igen. Már ott ütöd is, ködben nem látszik. Aha. Én, tehát én azt mondta a taxis, hogy megyek, ha a haverjaim kezelhetik a füstgépet? Igen. Beborítja a színpadot, és iszonyatos csimbum cirkusz, igen? Hát vagy nem is tudom, hát hogy mind, lehet naponta olvassák a Bibliát, mint jó keresztények, és így valahogy így berém lett nekik ez, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Összevertetek, eltörtétek az orrom, eltörtétek ezt kezemet, vagy eltörted, hát akkor gyertek el családostól a következő Omega koncertre. De igen, fura ez az ügy. Fura az ügy, és ugye most már nyilatkozott a taxistársaságnak a vezetője is, aki még tegnap úgy volt, hogy megszólal nekünk, mi próbáljuk elérni, azt írt, hogy elérhető lesz, most egyelőre nem elérhető, és egy napilap megszólaltatta, és azt mondta, hogy ugye meghallgatták ezt a beszélgetést, és arra a következtetésre jutottak, hogy egyik félnek se lenne hasznára, ha ez a dolog ugye kiderülne, de mint kiderült, az omegások hasznára se lenne. És amikor megtudták ezt a Benkőjék, hogy ez valójában van ez a felvétel, onnantól kezdve változott a hangnem, és kezdtek el ők is békülények, hogy mondják ezt? Békülékenyek lenni. Békülékenyebbek lenni. Aha, így van. Így van. És most már állítólagosan kibékültek, sőt, mi több koncert meghívás is van. Szerettük volna ugye a diszpécsert megszólaltatni, illetve a taxitársaság vezetőjét, aki azért finoman rákérdeztünk volna, hogy mi volt egészen pontosan ebben a felvételben. Aztán vagy válaszolt volna, vagy nem. De hogy akkor mégsem olyan egyértelmű ez a dolog. Bizony, nem? Ugye az a felvétel van meg, amikor ők taxit rendelnek, tehát nem a taxis kiérkezése, mert híván ott is lehetett volna mit csemegézni, amikor már maga az eset történt. Ha most ebben a felvételben az van, hogy az Omega zenészei agresszívan, trágáran, nehogy Isten igazsan. Nehogy is. Ja, ne pont jó, hogy köhögtél. Igen, ennél a szónál így van. Rendelték a taxit, akkor nem nagyon ugrálhatsz. Tényleg. Nem. Tehát aha, akkor igazuk van, hogy gyere és hallgass meg a 10 000 lény. Vagy lehet, hogy már nem olyan jó az Omega, mint régen is, ezzel büntetnek. Hogy? Gyertek el, hallgassatok meg mink. Mi is tudjuk, már nem szólunk úgy. Családot ne hozzátok, nem akartok velük is kiszúrni. Úgyhogy állítólagosan már ott tart az ügy, hogy nem is nagyon kell a sofőrnek a tetteiért a bíróság előtt felelnie, tehát hogy mindketten visszaléptek, és ugye nyilatkoznak, de hogy nem akarnak feljelentést tenni, kibékültek, megoldották, megölelték egymást, és nagy a barátság. És a jövő héten mi lesz? Közös nyaralás? Hát most vagy van egy unokahúg, akit el lehetne venni? Csak hogy honnan, hova jutunk el? A múlt héten megvertek, ártatlanul nagyon lepofosztak, ma a bulvárlapokban szent egy asztalnál ül a Benkő és a taxisofőr, nem kis darab, azért teszem hozzá, és vidáman beszélgetnek, Benkő még mindig bekötött igen, szegény, bekötött kézzel, beszélgetnek, hát mint egy megvitatva a dolgokat. Tehát azért aha, mindenki kettőt visszalépett. Jól látom, hogy azért a Benkőnek benn van egy fogvédő. Nem, a szuszpenzol dudorról kicsit. Szóval, hogy itt meg már a barátkozás, igen, a barátkozás megy. Mi lehet, és miről beszélgetnek? Tehát azt mondja a Benkő, hogy ne haragudj, érts meg. Nem, hanem, hogy érts meg az előző, elcsúszott az ámol, ideges voltam, azért emeltem a hangom. Ezt mondja a Benkő, erre mit mondottak? Hát szóval gondolom, megbeszéljük, hogy figyelj, te is, mi is túlreagáltad, mi kicsit ilyen állapotban, te kicsit olyan állapotban. Nem tudtuk még mindig feldolgozni, hogy annak idején a Scorpions volt, a mi előző zenekarunk, aztán érted, hogy lehúztak, vagy elhúztak mellettünk, érted. De figyeljetek, hát ha az Omega két tagja nem tesz feljelentést, akkor egyértelműen ők is árosak. Aha. Tehát akkor az ugye? Tehát itt nincs más olvasata a dolognak. Ha engem kiszáll valaki egy taxis, és megver, és eltelik egy hét, akkor én azt ugyanúgy fel akarom jelenteni. És hát ugyanúgy azt fogod tenni akarok feljelentést, ha csak kettő dolog nem igaz. Vagy valójában én ütöttem először, is tudja tanúkkal bizonyítani, vagy olyan részeg voltam, amikor betelefonáltam, és olyan minősíthetetlen hangnemben beszéltem egyébként a taxisvállalat képviselőjével, a diszpécserrel, hogy egyszer nem érdekem, hogy kiderüljön, és ezért inkább gyorsan a nagy felháborodásból az ilyenek börtönben a helyen meg 8 év, meg 6 év, megvertek minket ártatlanul, ami ugye még múlt héten ment, és béküljünk ki, felejtsük el, nincs ezzel baj, béke, mi se haragszunk annyira. Hát, akkor nincs arra, kezdet rá. Törött kezem. De nem ez az olvasat a dolognak? Tehát engem megvernek, én jövő héten is ugyanúgy fel akarom jelenteni. Nem? Ha csak nem kiderül a sűrűség. Ha csak ugye nem az van, hogy jobb, ha nem jelentes. Ha miért? Mert itt van a felvétel. Hallgassak meg ezt a felvételt. Jézusom. Igazatok van. Ó, még nagyobb. Biztos, hogy én. Igen.
Szóval, hogy ez nincs más olvasat a dolog. Akkor te nem békülsz, hogyha oda menne hozzád a taxis, és azt mondaná, hogy elnézést, sebestyét. Nem. Úr. Hát, ha én állok egy megállóban, taxi megállom, és én kihívok egy taxit normálisan, és kiszáll valami vadbarom, és engem hülyére ver a haverommal, én nem békülök ki azért, mert ő oda jó hozzám elnézést kérni. De, nem, ugye, rossz napja, a feleségem el akar válni, rossz napja. Sebestyére fogadj el 10%-os VIP-kártya. Igen. Egyébként is mindig a TV2-t nézzük magát, utáljuk az egész RTL-t, hogy ilyen egy cég, és akkor most jó, megverünk. Hát az, hogy te nem békülsz két hét múlva. Hát csak kérdezem, hogy hát te se engednéd el, ha csak nincs vaj a füled mögött, és azt mondod, hogy fogjunk inkább kezet, verejtjük el, ígyunk meg valamit. Nem? Most mi? De mondjátok, mi az olvasata az ügyeszet? Ez. Na, jó, nem bodza szörp volt. Vagy nem egy. Jó, kicsit erjedt volt a málna. Nem bodza volt, és nem egy. Igen. Szörp volt, csak megerjedt. Igen, málna volt, az csak hát kicsit beleg volt. Igen. Nincsen? Nincsen. Jó, kapjunk egy ígéretet egyébként a taxis társaság képviselőjétől, illetve pontosabban az igazgatótól, Pásztor Györgytől, hogy ma 8:30-kor vagy 9:40-kor nyilatkozik nekünk, és ráállt az interjúra, elég nehezen, de Juli tegnap rávette az interjúra, és azt mondta, hogy odaviszi majd a telefont a medence partjára, mert hogy ott nyaral egyébként már valahol medence partján van. De úgy látszik, hogy közben ő meggondolta magát, és nem mert tud, akar nekünk nyilatkozni erről, hogy végül is mi van azon a felvételen, ezt kérdeztük volna, és hogy miért döntöttek úgy, szerinte a Benkőjék, hogy akkor mégiscsak a nagy felháborodás után inkább visszalépnek, és mégse akarnak feljelentést tenni. És hogy évül, hogy ez a nyaralás esetleg egy last minute út. A menekülésért. Hát vagy egyszerűen csak sok volt a koktél tegnap, de legyünk jó hiszeműek. Hát figyelj, egy ilyen sűrű hét után egy taxis társaság vezető azért megengedhető, hogy két kájpirinyát meg egy kájpiroskát azért gyorsan beverjen ott a medence partján. Tök érdekes egyiket, hogy ugye pont egy pár nappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy sokszor ezeknek a történeteknek nincsen vége, nem derül ki, hogy mi most többet is tudunk, de mégis úgy tűnik, mint a kevesebbet. Tehát, hogy így... Én olvasom, én pokerjátékos vagyok, én olvasom a játékot. Én olvasom a Benkőjék játékot, de ez all in flop előtt. Bemondták, aztán valaki visszahívta őket, és akkor már nem örültek, hogy bemondták az all in. Ezt pokerban így hívják, igen, all in call. Nem kellett volna bemondanod ebből a pozícióból, drága barátom, de visszahívták őket, és bemondták, hogy call, és akkor megegyezel. Úgyhogy szerintem. Mutasd már taxis képét. Nem kis darab ember. Igen? Hát ha jó, üt, jó. Akkor azért az... Tessék? Ha üt, akkor ott ütve van. Rendezte a sorokat. Jó, ugyanakkor azt gondolom, hogy két 70 éves ember tudni kell szerintem elviselni, hogy akár beüt az ablakon, tehát ha belemész, akkor te is sáros leszel, ha verekszel, és van ennek egy csúnyán mondása, nem? Tehát én értem, hogy beütött az ablakon, fölhúzod, elmész. Tehát, hogy van az a kor... Szerintem. Meg van az fölött, állapot. Meg van az állapot, ami fölött hiába önti tét el az agyadat. Persze. Két 70 éves talán akkor sem emelsz kezet, mert el tudod dönteni, hogy ez valójában nem a te személyednek szól, és valójában hiába mond bármit az anyádról, vagy üt meg. Minőségében két 70 évesnek visszaütni, megütni, tehát meg kell tudni állni szerintem. Tehát nem, én nem azt mondom, hogy a taxisofőrnek van igaza, nem. Azt mondom, hogy nem az az olvasata ennek a sztorinak, amit a Benkőjék mondtak, aha, de nem mentesítem az arról az embert, hogy két 70 éves lepofozni nem nagy kunst, nem? De most ott nyomsz az éjszakában, nem tudom hány órája vezetsz, már az 50. hülyével találkoztál, és jön egy ilyen dolog, lehet, hogy nekem is elborult. Én nem azt mondom, hogy nincs jogod elborulni, azt gondolom, hogy ha beüt, fölhúzod az ablakot, arrébb mész és szólsz, hogy nézd már két öreg roket, mi mindig azt hiszik, hogy húztokban vannak, érted? Tehát nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Egy bizonyos kor fölött már azért az valójában téged is minősít. Ha mondjuk ha lepofozol két 70 évest, hiába tényleg rossz napod volt. Csak akkor legyen önfegyelmed, amikor egyébként minden rendben van körülötted. Amikor feszültség van, amikor helyzet van, akkor szitu van, akkor kell önfegyelmet gyakorolni, nem amikor... Jó, nyilván nehéz megítélni, az ember nem volt ott, hogy mivel sértegeti. Két, mondjuk tételezzük fel, jelen esetben nem biztos, hogy józan, de más esetben mondjuk két erősen ittas emberről beszélünk, mert ennél az esetben nem tudjuk, hogy mi van. Sértegetnek, beütnek, tehát nehéz megállni. De most ránézel a Benkőre, nem az az első érzeted, hogy meg akarod verni. Nem? Nem. De, hát semmi. Most nem. Állnak ott kettőn egy gitártokkal, érted? Hiába nagyon részegek, tehát körülbelül, ha azok voltak, nyilván feltételezés, nem tudom. Biztos, tehát mint a VUK-ban a két liba, tudod, aki átmegy a cefésben. Tehát, hogy nem tűnnek azért nagyon veszélyesnek. De hát jó lehet, hogy persze lehet, hogy ott álltak ott az útszélén, dudoláztak, hogy 10 000 hosszú lépés kéne csak. Tehát, hogy mit tudom én, tehát... A gyerekek, ez a rock and roll. Ez a rákendről, ez most a tanítás. Ez az.
Ez most egy nagy tenni. Fura sztori. Na jó, oké. Jó van, hívjuk mindjárt a nyertes, jó? Még mindig lehet válaszolni. Egy nevet várunk, mert egyet sikeresen elmondtam. Ugye van egy Rász című film, Hajsza a győzelemért, ez a magyar címe. Niki Laudát sajnos már kilőttem. Ki az a versenyző, akivel ebben a filmben ő nagy párbajt vív? Nagyon vártam, hogy ez Niki Laudát sajnos már kinőttem, de a nem. Nagyon vigyázok. Jó, úgyhogy várjuk még az SMS-sel. Jó megoldás, 9:30 múlt 2 perccel mindjárt jövünk a nyertessel, valamint mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 6 perc múlva. Ákos. Ő az. Ez olyan boranzás, nem? Igen. Ugye, hogy jó? Hát hosszú idő ott a legboranzásabb száma. Hát itt ez számuk, már ugye a... Mert ugye a Haubel Zsorttal Hauberral együtt, igen. Éven találtak valami kazettát, amin nyilván volt valami alap még régről. Egyébként simán lehet. Egy BSF kazettát? Basz kazettát találtak, és arról megtekergették? Igen, de ilyen tényleg nagyon, nagyon bonanzás. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk ma. Ugye, korra reggel felhívtuk Szújó Macinkat. És hát, mint mindig most is nagyon felkészült volt. A közelgő magyar nagydíjról faggattuk, kikérkeztek meg először, hogy van a pályabejárás, mi van a kis burning-kel, és egyáltalán mi zajlik most a Forma 1-en. Zoli mesélt nekünk erről egészen hosszan. De Zoli egy valamit nem tud. Humorizálni. Ja. Nem felkészült lenni. Hogy lehetsz egy humorosnak lenni. Igen, ő nem tud nem felkészült lenni. Te éjjel kettőkor felhívod, és elmondod, hogy megkezdődik, hogy melyik a leghosszabb pálya, és kiáll a 64. helyen az összetett pontversenyben, akkor megmondja neked. Igen. Hát jó, de ezt is várjuk el tőle, nem? Hát igen. Ja, de nem otthon a konyhába, a pizsamába. Pedig nagyon szívesen megnéznénk. Szóval Szújó Zolival beszélgettünk, és utána jártunk, hogy amit drága hallgatóink segítségével két nap alatt mennyi pénzt sikerült összegyűjteni a Szemenféje Alapítványnak. Ők ugye egy hospice házat üzemeltetnek Pécset, a Dóri házat, és felhívtuk Barbarát, hogy mondja el nekünk, hogy két nap alatt mennyi segítség érkezett. Egészen elképesztő összeget mondott, egészen elképesztő segítség nyújtási módokat mondott, hogy kiment be hozzá személyesen, kijött be hozzánk. Nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:40 múlt, 4 perccel. Ja, na, az utolsó sorsolás még. És igen, valakinek megszólal a telefonja, Csabi, hello. Jó reggel, de mondtad mind a két nevet? Nem, az igaz, egyiket sajnos. Nagyon jó volt. Kemény volt. A másikra már nagyon figyelek. Jó, de ennyire szereted a hallgatókat, hogy bemondott előre a megoldást nekik. Á, akkor nekem... bemondanám úgy, hogy figyeljetek, most jó szívű vagyok és bemondom. De ez a tudod, ez a Balek mód, amikor nem segítesz, csak elszólod magad. Hát ez sokkal rosszabb. Na, hívhatjuk akkor a nyertesünket. Mondja, hogy jó megoldás. Ugye 2 darab Super Gold VIP, ez extra. Uh-huh. Sátras, peskős, evősz, ivosz. Sátorban kell aludni ki. Sátoros, alvosz, ivosz, evosz. És Red Bull, Reliquiasos. Ó, csodálatos. Halló, tessék, Kovács Tibor. Tibor, Balázs, Morning Show, hello. Hello, Balázs, hello. Hello, Feri, Jani, Csabi, mindenki itt van, hello. Hello. Na, hát figyelj, egy apró kicsi lépés. Te örülsz, mindenki más nagyon szomorú, sőt, mint hogy talán nem is kedvel téged annyira, ugye, ebben a pillanatban, ha érzel valami rezgést, mert nyilván szerette volna mindenki megnyerni. Elhangzott egy kérdés, ami úgy szólt, hogy... Oké. Okay. Oh. Kiknek a párharcáról szól a Rás Hajsza győzelemért című film? James Hunt és Niki Lauda. És a Niki Laudát fejből tudtad? Mind a kettőt fejből tudtam. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Kivel mennél, Tibor, vagy kivel mennétek? Hát a 10 éves fiammal. Ó, van gyerek is, de jó. Van, persze. Hát ő látta a filmet már hetek óta, hogy apa... kell jegy a Forma 1-re, úgyhogy nagy rajongó ő is, úgyhogy. Igen. Az a kérdés, hogy ezt kapja 10 évesen, mit adsz majd neki 12 évesen? Bizony, remélem, hogy 12 évesen, mikor 12 éves lesz, akkor is lesz játék a Klassz FM-en, és akkor majd megoldjuk. Akkor azt is. Kinek drukkol egyébként? Hát ő igazából Alonso-nak, a Ferrari-nál, én meg Raikkonennek, tehát a csapategység az megvan, csak a pilóták között van különbség. Na jó, de akkor egyen pólóban mentek, Ferrari pólóba, csak a csapaton belül mindenki másnak. Akkor nagy az öröm, megvan a jegy, mert mondjuk még, ha esetleg ez nem jött volna össze, akkor mondjuk az Omegából valakiben belekötsz, és akkor még ott lehetél volna a következő koncert. Ha tudod bizonyítani. Ha van felvételed a beszélgetésről, igen. Jól van, oké, mikor jöttök? Ma jöttök, vagy holnap, vagy mikor mennétek? Vagy mind három napra, ugye ez háromnapos? Igen. Szerintem a mai nap nem biztos, hogy meg fogjuk tudni oldani, mert ugye a munka miatt. Igen. De
mindenképpen szerintem a jegyeket ezt megpróbáljuk ma átvenni, és jó, akkor holnap meg már aztán teljes bőzzel irány. Holnap szabad edzés délelőtt, azt is meg tudjátok nézni délután, ugye. A betétfutamok, ugye zajlik ott más is, így van. Egy csomó minden van a Hungaroringen, délután ugye az időmérő, és akkor vasárnap pedig 2 órakor a futam. Hát meg ezzel a jeggyel akár még vacsorázni is ki lehet menni. Hát az más, hogy most meg már ne egyetek, igen, mert hogy csomagolhattok is. Állítólag nagy zuhi lesz vasárnap, tehát izgalmas lesz a futam, nagy esőt mondanak. Ja, ezt nem tudom, hogy mennyire fekszik a Hamiltonnak, ő most egy nagy lehetőség kapujában áll, mert 5-5-szörre nyerheti meg a magyar nagy díjat, és akkor gyakorlatilag ő lesz a csúcstartó, mert eddig ugye 4-jel gyakorlatilag holt versenyben volt Mihály Schumacher. Ki vezet most az összetetben, a Rosberg vagy a Hamilton? Rosberg vezet néhány ponttal, igen? Na jó van. Oké, Tibor, örülünk, hogy jó helyre megy a jegy, érezzétek jól magatokat. Köszönöm szépen, nagyon örülök én is. Oké, küldjük, majd Annával megbeszéltek, hogy tudjátok átvenni, jó? Oké, köszönöm. Köszi, ciao, hello. A film egyébként tényleg jó. A James Hunt Nikolauda nagyon jó, valaki nem látta, de egyébként azok is nézzék meg, akik nem szeretik a formáját, vagy nem kimondottan le tudjátok tölteni internetre. ahogy én is megnéztem. Ne ajánld, mert múltkor elkaptak letöltőket, csak mondom, hogy most már ne ajánlgasd a hallgatóknak, te rohanja veszted be, az a te dolgod, de ne ajánlgasd. Miért? Na, kopogtatott így, tölt. Én letölthetem. Ja, le. Így van. Letölthetem. Ne legyen túl sok a gépemben, és ne nagyon töltögessek felfelé. Aha, én. Lefelé le lehet. Ha legálisan le lehet tölteni, töltsétek le. Aha. Így van. Meg ugye mi a sok. Tessék? Meg ugye mi a sok. Nekem 4 terabájtnyi filmem van. Na, hát erről beszél. Egy mindenki által elérhető Winchesteren, ahol nagyon szívesen megosztom ezen filmeket. Másokkal is, sorozatok, filmek, Bali videótékája. De egy Kajmán-szigeteki szerverről megyek. Jaj, a világos, utolérhetetlen vagy. Megfoghatatlan vagyok. Csavikám, mi újság? És most, hogy bemondtad országvilág előtt, tényleg megfoghatatlan vagy. Igen. Ezzel a tevékenységgel soha nem is foglalkoztál. Ne, abszolút nem. Mi újság? Képzeljétek el, elmegyünk Harkányba. Na! Mindenki. Na! Hát egy fürdővárost megnézni. De jó! Levették tegnap a Rómeóról a gipszet, ugye mondtam korábban, hogy eltört a keze, és azt tanácsolta neki a doktor úr, hogy minél többet legyen vízbe, pancsoljon, ússzon, játszon, de kerülje a focit, a bringázást és mindent, ahol esetleg elesett, és amit legyengült kezére ráesett, úgyhogy most fürdünk, és gyógyvízben egy kicsit. Hát feltornázzuk újra azt. Igen, és most már a gipsz nem rántja le a víz alá. Most már nem, igen. és lesznek harkányi fotók? Vagy Csabi és Laura szerelme kiteljesedésként eper koktélt fogyasztott a hálószobában, miközben egy egymással sárolt. Csak neked készítünk. Csinálj már egy párat egyébként, az jó lenne. Ja, nagyon jó. Hát maximum a Klassz FM Facebook oldalára kiteszünk ilyeneket, de szigorúan a te kép aláírásoddal. Hagyd egyek én a felirat bűnöző. Jó, azt már tegnap is megbeszéltük. De legyen mere erotika, gyümölcstel, alá, Laura. És milyen zenék lesznek, Csabi? Jó zené? Mi nem akartál először a nap hallgatóját? Én szívesen elmondom. Szoktuk ilyenkor hívni? Nem. Ne hívjuk fel a nap hallgatóját. Nem, most még csak 6 éve hívjuk. Kösz, Csabi. Ja, jó, de Harkányban vagy itt? Milyen zenék lesz? Igen. Jó a kérdést, elfelejtettem. Ja, csak mert beszéltetek a győztessel, és összezavarodtál biztosan. Igen. Na jó, akkor. Most Anna ezért kár volt. Hát nem minden sikerül nekünk, nincs ezzel meg. Most? Ezután? Vagy? De az utolsó legyen most. Tényleg. De most? Elkezdjük számolni ezután? Most. Nem. Jó. Akkor mondom inkább, jó? Csabikám, milyen zenéd lesznek? Afrojacket hozom. Ő egy holland zenei producer DJ. Ismerhetjük őt, hiszen a Take Over Control című slágerét, amit Eva Simonszal közösen készített, nagyon-nagyon sokat lehetett hallani itt a Klassz FM-en, és most van egy újdonsága, az a című, hogy 10 Feet Tall. És ezt ajánlom a figyelmetekben, mert nagyon klassz kis dal. A mindenit. Afrojack, jó! Jó? Volt már a Sandon is, Sandon. Azt hiszem a tavalyi évben is nagyon szerették a népek, úgyhogy ezt is fogják szeretni biztos. Itt a helye, nálunk. Nem? Mi a recept? Hungarikum hétvége lesz. Na. Csak mondom, mind a 41 a Budai Várban, mert annyi hungarikumunk van most. Tehát ja. A Csabai kolbásztól mi van? Nem én vagyok. Ne, csak kérdezzek el, hogy pulit főztél? Jó, hogy ez a bevezetés. Nem csak azért, hogyha valaki a minőség élelmiszerek felé, meg a hungarikumok felé akar menni, akkor azt megnézheti ott, meg veheti, de emlékeztek a Lecsó című rajzfilmre. Ja, nagyon jó kis rajzfilm. Ugye annak az eredeti címe a Ratatouille.
és akkor ezt csináltam. Ez egy francia lecsó, francia gyakorlatilag, lecsó. Így van. Ez az egyik része, a másik csak azért, hogy tudjam én lovagolni, van egy mentás gyömbéres. Na ez az igazi, mentás gyömbéres, hideg sárga barackleves. Na. Ja, bocsánat, sárga dinnye, már hülye vagyok én is. Sárga dinnyéből, hideg, és mert állítólag ilyen 30, nem, 35 fok lesz. Ja, és nem kell főzni, ezért betettem a hűtőből, azt ott összerohadt, hát mondom, egyétek meg, ez van. Jó, úgyhogy ez jól hangzik. Fönt van már a Facebookon a dolog, és ma este gyertek Sárvárra, mert a Best of együttes koncertezik hol? Igen. Ahol, csúszik a néni a korláton? Sárvári termárk is, de ott. Tényleg? Fotók lesznek? Persze, küldök. Garamival. Közös eprezés? Na, küldök egy olyan. Na, jó. Jó lett. De ez, hogy egy hotelen belül az ismerkedés és a kontinentális reggeli után? Vagy az élményfürdő, az éjszaka is nyitva lesz ma, és ott van egy nagy színpad, és járnak a zenekarok fellépni. És csajok is vannak, akik fürdőruhában Nem, ez egy fürdő. Még lennének fürdőruhában csajok, pláne. Tudsz jönni, ha tudod, egy dal tudsz nálunk valamelyiket, valami rokkosat. Viszont, de akkor egy ilyen élményfürdő sem. Aha, buszos olyan. De ez nem a vizes blokk, akkor akusztikus koncert lesz. De hogy is kint, hát mi fönn állunk, és pont belátsz a dekorja, vagy akar a medencébe. Az zenész élet. Na, szörnyű ez, higgyél. Szörnyű hajnalba, szörnyű fertő. Fúj! Igen. De jó, hogy kirúgtatok évekkel ezeket. Nem kell lennem ilyen. Kirúgott ki téged. Szörnyű fertő. Rohadjál el, te hagytad el a zenekart. De jó, hogy kiléptem évekkel ezelőtt, hogy nem kell ilyen helyekre mennem. Otthoni nyomásra? Még ma is. Kiléptél önszántadból otthoni nyomásra. Még ma is lennél, ha velünk vagy. De milyen jó, hogy nem. Jó van. Csabér, a kívánság műsorral 555-55-00. Jó, ez a telefonszám, mit tudtok tőle dalt kérni. Mindenkinek jó hétvégét, jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok!